Na csácsú, mi csőtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper megérkezett a következő FS 15 új lak része. Gyerekek, annyi minden van a fejemben, hogy így körülbelül nem elmondanom kellene, hanem így kirobbanni belőle, mert tényleg egy csomó mindenről szeretnék beszélni így a gameplay elején. Teljesen átdolgoztam a sorskártya rendszert, kitaláltam egy olyan dolgot, hogy igazából ne csak úgy működjenek a sorskártyák, hogy kapok vagy vesztek dolgokat, hanem ezekért tenni is kell. Az igazából rájöttem, hogy eléggé is nasz az, hogyha például kiúzunk egy olyan sorskártyát, hogy nyertél 20 000 eurót. Az oké. Okay. De mennyivel érdekesebb lenne, hogy kapsz egy feladatot. Mondjuk mentsél ki egy buszt az árokból, vagy vidd el műszakira a Géza bácsinak a Warburgját. És hogyha ezt megteszed, akkor kapsz 20 000 eurót. Ez szerintem sokkal érdekesebb, és sokkal inkább jobban belegyúl a játékmenetbe, mivel nem csak az van, hogy hoppá, hozzáérünk a számlánkhoz 20 000 eurót, hanem tenni kell ezeket a dolgokért. És ugye ez tök jó, ez tök érdekessé teszi a játékmenetet, mert ugye mindjárt új kihívások kerülnek bele így a játékba, hogy el kell juttatnunk mondjuk egy árokba borult ifát, amelyik benn van az erdészetnél, és valahogy ki kell onnan szedni, úgy anélkül, hogy ugye beleülnénk, meg amúgy is hiába ülnénk bele, mert fel van, fejre van borulva, ezt el kell vinnünk a szervizbe, és meg kell csináltatnunk, és hogyha ezt megoldottuk, megcsináltuk ezt a küldetést, akkor utána a miénk lesz. És egyébként van ilyen, ugyanilyen MTZ szeméttelepről mentés is, de ugye ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ki kell húzni a sorskártyát. Szóval szerencse is kell, meg még ráadásul skill is kell ahhoz, hogy ugye ezt meg tud csinálni. Na gyerekek, de vágjunk bele a lecsóba, mert csomó mindenről akarok még beszélni, mert folyamatosan gondolkozok azon, hogy ez a sorozat minél inkább érdekesebb és fordulatosabb legyen. Annyit még elmondanék, hogy valószínűleg elő fogjuk kihúzni a sorskártyát, mert ugye ezek a sorskártyák most már inkább ilyen sztori jellegűek, ilyen küldetési jellegűek, és ugye erre idő is kell, hogy ezt meg tud valósítani abban a részben, amiben kiúzod. De nem tudom egyébként, hogy milyen sorskártyák lesznek. Meg még a videó végén lesz még érdekesség, meg egy csomó minden érdekesség lesz ebben a videóban, úgyhogy maradjatok velem, dőljetek hátra, hozzatok valami kaját, aztán élvezzétek, ahogy Keeper szenved, meg váljuk meg a sorskártyát. Egyébként mindig ez a fénypontja, a sorskártya, a fénypontja ennek a játéknak, de ki fogok még több dolgot találni szerintem. Egyébként ugyanitt vagyunk, ugye visszaírtam a pénzt, nincsen hitelünk, köszönöm szépen annak, aki írta, hogy az Insel tudom előhozni a bankot, ugye látjátok, nulla hitel van, ugyanegy pénzünk van, mint amennyi volt ezelőtt, úgyhogy nincsen semmi probléma, még mindig ugyanott tartunk, meg kellene rakni ganyéval, nem tudom egyébként mennyibe kerül a ganyé, úgyhogy ezzel egy kicsit lehet, hogy megfogunk, meg leszünk lőve, remélem, hogy ja, talán nem annyira nem hangos ez a kotla, de egyébként olyan hangos, nekem ez olyan hangos, én ezt úgy élem meg, mintha ilyen őrület hangos lenne. Na, hát erre rá kéne jönni, hogy ezt hogy kell működtetni, azt meg kéne rakni ezt a csodálatos vördát. Egy kicsit hátrébb kéne toltnom a traktorral, nem? Mert úgy látom, igen, messzi van. Szépen okosan fölülünk rá, idítsuk, izítani is kell, ugye nyár van, nem kell sokáig izítani. Úgy, okibaki. Egyébként, ja. Úgy. És okos izítási. Aztán kicsit toljunk hátrébb, kocig. De ne törjünk össze semmit se. Hoppá, hova, valahol fölkapott a hátulla. És akkor inkább így okosba, jó? Ezt meg leállítom. Mert úgy láttam, hogy ez eszi az üzemanyagot. Ez érdekes, mert nem tudom, hova kapott fel a hátulla. Lehet, hogy a Weimarra. Na egyébként az egy Porsche-t. Nem is tudtam, hogy Porsche-t a Weimar. Annyira turatlan vagyok be az a gyerekek egy csavó védelbe, hogy az őrület. Na! Nézzük, mennyibe kerül anyagilag, arra vagyok ám leginkább kíváncsi, mert akkor cumedáré lesz, hogyha... Mivel kell bezárnom ezt a izét? Már olyan régen is jár, így ezzel. 1800 fér bele, gyerekek, egy izével megtőttem, hallod? Egy ilyen cucca megtőttem, mennyibe kerül? Remélem nem kerül sokba a gagyé. Nem örülne neki a Keeper. Jó, itt már kiengedheti a Keeper? Na dobjuk bele, aztán megyünk ganyézni. Mi van, ennyi meg is tőled? Na úgy, még megpróbálok belerakni. Ez nagyon-nagyon autentik, nagyon tetszik. Úgy lenne jó, hogy a belső nézetben, de körülbelül semmit nem látok szerintem. Ne. Szépen lehet ezzel dolgozni. Okosba, nem kell kapkodni, mert nem kéne összetörni a dolgokat. Ugye itt van egy ilyen hátráltató tényező, ami nem baj, hogy hátráltat. A Keeper, ne, úgy, zárd össze a kanált. Oké, okay. Mennyibe kerül? Nem sokba kerül, eddig a 80-at vont le. Úgyhogy jó, nincs semmi probléma, okosba, fog te fér fölötte. Hát nem is tudnám magasabbra emelni, úgyhogy szerencsé, hogy nem egy ilyen nagy lósznyát hoztam. Úgy próbálja kétvel itt okosba, oda beledurrantjuk.
Nagyon-nagyon ideje, nagyon fejtalankor itt a dolog. Ja, ez 3600 literes volt azt hiszem, nem? Majd valami ilyesmi, úgyhogy ez lehet, hogy ez körülbelül meg is törtöllik. 20% benne maradt, nem tudom miért. Jó, nem baj. Hogy de. Jó, megnézzük, hogy mennyi van benne az áru. 3500 liter nyílen is van, megyünk innen ettől hangos Vőmártól, minél gyorsabban. Aztán legalább akkor egy kicsit nyugi lesz. Na, ganyéva megvan ragva, remélem működik ez a mod. De már most élvezem, nagyon imádom. Ja, nincsenek kommentek, gondolom már kérdezzétek, hogy ha miért nincsenek kommentek, ha mindjárt el fogja magyarázni a keeper, hogy miért nincsenek kommentek. Úgy láttam, hogy az nagyon megosztó, és úgy gondolom, hogy ezt újra kéne gondolni, és valahogy át kellene dolgozni. Hogy a komment szekció az mindenkinek megelégedett legyen, hogy azért a kommentjei érvényesüljenek a gameplaybe, és ráadásul ne zavarja az olyan embereket, akiket egyszerűen zavar. Mert nagyon sokan írták, hogy zavaró az a csík. Én nagyon sajnálom, mert én nagyon szívesen olvasom gameplay közben a kommentöket, de szeretném betartani azt is, hogy azért, hogyha valaki nagyon kizökkent a gameplay nézésből, annak se legyen rossz. És valamilyen köztes megoldást tudnék javasolni. Azt kellene csinálnunk, hogy gameplay közben, akkor, amikor ilyen, például egy ilyen hosszabb úton megyünk, vagy pedig éppen dolgozunk, akkor én tudnám ugye, mivel most más metódussal veszem fel a játékot, és a gameplayt, emiatt ugye tudok integrálni különböző dolgokat, tudnám integrálni ezeket a kommenteket is. Tehát kivagdosnám én azokat a kommenteket, mondjuk a top 5 vagy top 10 kommentet, és azokat egy ilyen kis fecnibe beraktál, amikor éppen arról van kedvünk beszélgetni, hogy mit írtatok meg, mit nem. És akkor mindig egy-egy kommentet így, ami a top kategóriába tartozott, tehát amire legtöbb like jött, azokat így kibeszélnénk, elbeszélgetnénk. És ez mégsem az lenne, hogy folyamatosan megy egy csik, hanem néha, amikor éppen ilyen holt idő van, tehát mármint itt tényleg megyünk egy ilyen egyenesbe, és annyira nincs miről beszélnünk, vagy nem történik, nincs olyan ingergazdag cselekmény. Hú, gyerekek, figyelnem kéne a izére, ma megint nem figyelek. Ez megint levonások lesznek. De jó, egyébként nem drága a izé, nem drága ganyi. Nem állítottam rajta egyébként semmit, azt sem tudom, hogy kell. Szóval, yes. Jó van. Jön utánunk egy traktor. Oké, megyünk, azt megtrágyázunk okosba. Nem tudom, ez mennyi, meddig elég, meg elég lesz az egész földre, azt utána meg vetni is kellene majd. De a sorskártyát ugye megfelelően, szerintem egy olyan 15 perc körül fogjuk kihúzni a sorskártyát, ezután mindig. Ugye ha véletlenül tényleg egy ilyen küldetéses, sztori jellegű sorskártyát húzunk, akkor az legyen, hogy a keepernek legyen ideje megcsinálni azt a sztorit. Bár ugye áthúzódhat ez természetesen a másik, már következő gameplayre is, de szerintem sokkal érdekesebb lenne, hogyha abban a részben próbálnák ugye ezt megcsinálni, amelyikben éppen kihúzzuk. Mert ugye minden részben van sorskártya. Régebben egyébként, amikor kezdtem ezt a sorskártya dolgot, azt hiszem bebizsolt minden részben, ugye? Nagyon jó szerintem, egyébként tök jól megbolondítja ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a sorskártya ötleteket. Jött egy-kettő, néha küldetik olyanokat, amelyik gyakorlatilag benne van már, csak máshogy fogalmazva, olyanokat nyilván nem akartam még egyszer berakni. Úgyhogy vannak olyanok, amik nem kerültek be, de az ilyen küldetési jellegű sorskártyák azok jöhetnek agyba főben, azok marha jók. Most bekerültek egyébként, meg tudjátok nézni, egy olyan, hogy műszakira ki kell vinnünk a Géza bácsinak a Warburgját. Nincs rajta rendszám, nincs, direkt kerestem egy olyat, hogy csak akkor tudjuk majd úgy közúton közlekedni vele, hogyha elvisszük, utána tudunk rá rendszámot rakni, és akkor kerül, akkor tudjuk már közúton vinni. Szóval amúgy meg vontatni kell, vagy pedig trailerre rakni, vagy ahogy akarod, de műszaki állomásra kell vinni, valahogy. Utána már hozzá tudsz vele jönni, és akkor azért pénzjutalom van, viszont vannak rejtett gépek, amiket ki kell mentenünk, és akkor, hogyha azt a sorskártyát kihúzzuk, akkor azt is meg tudjuk kapni, azt viszont meg tudjuk kapni. Ugye mindig ott van a reward, mindig ott van a küldetésért járó jutalom. Na, itt ezen az úton tök jó el tudunk menni, nincs is olyan nagyon messze. Hát 21-el megyek, 25 a végsebesség ennek a járműnek, úgyhogy de kérdezzétek, miért jövök ilyen lassan. Hát,
mert ennyi a vége mondhatni. Jó, még tudnák 3 km per órával többet menni, de ez nekem most itt tök kényelmes. Hú! Próbálok, nagyon sokat agyalok egyébként azon, hogy minél hát érdekesebb legyen ez a gameplay sorozat, vagyis minél összetettebb és egy kicsit más legyen, mint más gameplay sorozatok másoknál, hogy gyakorlatilag csak ugyanazok a dolgok történnek, hogy legyen benne egy kis ilyen, igaz, hogy nem RP, mert azért nem RP, mert nem szerepet játszok, de akkor is ezek szerintem a sztorinak tök sokat hozzá tudnak adni. Na, hol kezdjük? Azt sem tudom, hogyan köllene, hát hogy megkezdjük itt. Nem emlékszem rá egyébként, hogy működik itt. Hány méteres ez a jövő? De mindegy, gyerek. Nyomjuk neki egy, azt hiszem csak B-t kell kapcsolni, aha. Nézzek egy külső részletet, hogy... Ó, hát ez nagyon szépen működik, gyerekek. Jaj, oda nézzél. Ó, szerintem körülbelül, hát körülbelül jól is megy el. Ú, de jól néz ki, oda nézz. Hát amikor azt mondod, hogy a szart, amikor szórod ki, ez jól néz ki, az azért már kezd beteges lenni, nem srácok? De nem, belső nélet be kell venni. Nagyon jó, nagyon imádom, tök jól meg van csinálva. Ó, nagyon jó, hát egy-kettőt kell fordulnom, úgy látom. Ez körülbelül talán két sorra lesz elég, úgyhogy megyünk egy-két kör, de úgyis sorskártya lesz, az meg lehet, hogy egy kicsit meg fogja bolondítani magát az egészet. Ó, hát igen, egy nagyobb eszköz jó lenne. Az olyan eszközök, dolgokat, voltak olyan sorskártyák is, amik igazából nem működtek volna itt a Farming Simulator 15-be, mert például nem lehet nincs gépbérlés, ugye? És voltak gépbérléses sorskártyák, azokat kiszedtem, a helyét beraktam inkább sztori alapúakat, ilyen küldetés alapúakat, szerintem az sokkal érdekesebb. Úgyhogy igen. Várjál, én tokosba. Itt könnyen vagyok, mert itt nincs forgalom, ugye? Hát ez elfordult, na. Igen. Oké, gyerekek, megyünk visszafelé okosba. Hát, de jó. Egyébként úgy élvezem, hogy ilyen mindenféle feladatot megcsinálunk okosan. Ez így autentikus ez az egész. A ganészórás. Nálunk egyébként a ganész... Jaj, de úgy... Meséljek sztorikat? Nem tudom, belefér? Jó, amíg sorskártya húzás lesz, addig elmesélem, hogy ugye nálunk is volt ganajozás. Egyébként azt tudjátok, hogy régen a fater szoktam mesélni, hogy onnan tudtad, hogy ki a gazdag ember a faluba, akinek a legnagyobb volt a trágyadombja, mert ugye attól függően, ha nagy trágyadomb volt, akkor valószínűleg sok állata volt, meg ugye dolgos ember is volt. Meg fater szokta mondani, mert én úgy utáltam mindig az udvarunkat, amikor ilyen földes volt, hát menni kell vissza, szóval ennyi volt egyelőre, vegyük még egy kört. Jó, közben mesélek, jó? Én úgy utáltam az udvart, mindig tyúkszaros volt nálunk, rengeteg állat volt, mindig minden évben ugye sok tyúk, sok kacsa, a sok az azt jelenti, hogy ilyen, mit tudom, 40-50 mindenből, és nem túl nagy udvarunk van, na hát az konkrétan úgy volt megoldva az egész udvar, hogy az utolsó méterig ki volt, négyzetméterig minden ki volt használva. Ugye voltak ólak, az első udvarban voltak az állatok, kacsa, tyúk, minden. Először ugye külön volt, kellett választani, minden évben külön kellett húzni ugye a kisebb csirkéket, mert a nagyobb tyúkok azok bántották őket, csipkették őket. Amikor már megnőttek, akkor újra egybe lehetett engedni őket, akkor ugyanúgy a kisebb kacsákat, amikor még kicsik voltak külön, utána már egybe lehetett engedni őket, úgyhogy az egész udvar az ugye tipikus ilyen tiszta sár volt. Tiszta, tudod milyen az, amikor 50 tyúk kín van az udvaron, és esik az eső, ilyen tyúk lépések vannak mindenhol, és az egész föl van szándva konkrétan, és nem tudsz elmenni normálisan benne sehova. Mind gumicsizbába kellett kimenni még az udvarra is. Na, és én mindig utáltam azt, hogy ez ilyen, és mindig irigyleltem azt, amikor néztem ilyen amerikai filmeket, ugye, hogy milyen szép füves udvar, és fater szokta mondani mindig azt, hogy a törökök úgy átkozták meg a magyarokat, amikor kijöttek, hogy füvesedjen ki az udvarotok, és akkor még amikor kicsi voltam, akkor annyira nem értettem, azt később megértettem, hogy igazából az ugye a szegénységnek a jelenet volna, mert nincsenek állataitok. De ugye ez más világ volt nyilván, most már azért elég kevesen tartanak állatokat. De én
nálunk anyám az például abszolút nem evett meg olyan húst, anyám az olyan, nem evett meg olyan húst, amit nem ő nevelt. Tehát nem evett meg olyan csirkét, nem evett meg olyan disznót. Hogyha elment vendégségbe, akkor se, hogyha, mármint úgy értem házit, azért megettem, itt tudom, keresztanyáméknál, meg ilyen, de az, hogy ilyen fogyasztottat megvett volna, vagy bármi, meg mirelit kajákat, öcsém, hát az semmit nem evett meg, hallod? Hát én réttem érte, hogy ketchupot vegyünk, gyerekkoromban nem vett ketchupot, hanem csinált. Halál komolyan. Mondom, anya, léci, én is akarok ketchupot enni, mindig ízé, benn van a tévében, hogy ketchupot esznek, bazza, meg minden. Aztán ízé volt. Ó, te. Aztán mondta, hogy hát nincs ketchup, nincs, nem, ő nem vesz ketchupot, ő csinál. Aztán csinált ilyen ketchup receptet, hát az minden volt, csak nem ketchup. Az ilyen össze paprika, meg paradicsom összedarálva, és olyan sós volt, hogy nem lehetett megenni. Ilyen, inkább ilyen piros aranyos volt az egész. Jó van, mondom, ennyi volt, ennyit a ketchupról. Mit akartam? Hát meg ugye, nem tudom, ilyen pizza meg ilyet, azt felejtsd el, ugye mindig ilyen hagyományos kaja volt. Na, komoly dolgok voltak ezek. Na, és mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Ja, a ganajozás. Hát nálunk a ganajozás az úgy ment, hogy ugye gané, volt egy ganédombunk, oda hordtuk ki, ugye mindig az állatok alul, disznók alul, tikok alul, mindig a izét, a ganyét, bár a tikok alul az össze szoktuk szedni, ilyen jó, mindig ugye a tikok alá be szoktuk önteni a hamut a kályhából, meg a sporhelyből. Hoppá, ide be kellett volna mennem, mindjárt befordul a két bocsánat. És izé, és azt is ugye, és jó be szokott tömörödni, mint az Isten nyila, és akkor ugye évente egyszer, azt, ilyen okosba, ne izéink, ne menjünk úgy, mint a meszes. Itten csúnya dolgok lesznek. Kiviszom a izét mindjárt itt a kerítés oszlopot, nem örülnek neki majd a tűzépen. Mondjuk a tűzépen gané van, azért az adja, nem? Jó, és akkor ja, sokszor már nagyon kis gyerekkoromban rám szoktam bízni apám, hogy én dobjam fel a ganét. Fú, hát azért az kemény munka, gyerekek. A jó összetömöröd a ganét vellálva ki szurkálni, olyan nehéz a gané. Az olyan, mint nem is tudom, mint a föld, vagy nem tudom, ganét raktatok-e ma. Nem ilyen marhásat, tudod, ahol tele van szalmával. Hanem a izéfaj, tehát a jó összetömöröd disznószal. Hát azt azért gratulálok, aki tudja rakni ügyesbe. Na most jobban oda tulattam, de? Nagyon létom, bár nem sok értelme van, mert mindjárt megrakom. Ja, aztán már nagyon kicsi koromban izé rám szokta bízni, hogy rakjam meg. Nem mint hogyha lusta lett volna, hanem konkrétan volt más dolga is, tudod. Aztán, igen, raktam, hú, nagyon kellemetlen volt. Nem is az, hogy büdös, mert az ember szerintem gyerekkorában, aki ilyen mezőgazdasági körülmények között is nyőtt föl, az azért megszokta a bőröset, az nem nagyon akart föld azon. Egyébként, ja, nem nagyon akart föld azon, hogy most büdös a gané. Ott állatok között téti egész életedbe, kisgyerekkorod óta. Nem volt. Ez nem tudom, valószínű, hogy egy városi gyereknek tök szar lehet, hogy jó, de büdös a izé, gané, meg jaj, de büdösek a tyúkok, hát nem tudom, nálunk az ilyen megszokott volt. Nyilván nem szerettük, de attól még sok minden nem tudtunk ellene tenni. Meg megszoktuk, ja. Hisz eléggé furcsa hangzik így. Hát ez van. Na, ebben még elvileg kell maradnia egy kicsinek majd. Aha, úgy mi. Na, az beleakadt be, de na, ottan töröm össze most. Izzítás! Amíg már felszállok, már izzítok. Indulási vagy, gyerekek. Ja, na mindjárt várjatok, pillanat, még mesélem tovább. Sztorit, meg közben sorskártyát nem ártana megrántani. Jaj, hangos ez a gép, hát a őrület. Nem tudom, szerintem ti nektek nem, de nekem máshogy van ez a rögzítési dologja. Ugye okosban itt kikanyarodunk, nehogy összetörjünk valamit, aztán lehet, hogy
Húzunk egy sorskártyát, már úgyis 20 perc eltelt. Ott ment a kockalada, láttátok, itt gyerekek. Majd még egy kockalada. Oké. Okay. Hú, te! Na most jó lesz, mehetünk. Jött valami, de az majd szidja van anyámat, hogy lassan közlekedek. Teszek neki egy kis retteletes. Jó, nem tört össze egyébként a krón. 1%-on van, 1%-on is volt eddig is. Jó, aztán ugye az volt, hogy pótkocsira föl. Utána, hát nyilván nem volt ilyen Zetor egyébként. Zetorral szoktuk kihordani, ismerősnek volt Zetorja. Hát az MTZ-vel nem hordtunk izét. Ugye egy elég volt, hogy egy tengelyes. Sokkal egyszerűbb volt, mint MTZ-vel izé. A fotel nem tudott bejárni normálisan. Meg be tudott járni, de minek kellett volna két tengelyes pótkocsi MTZ-vel Ganénak, érted, egy ilyen kisebb udvarból. Elég volt a Lepsényi Gyuszi vagy Imre bácsinak a traktorját felhozta, betolatottad a Gané depó mellé. Én meg a fotel megdobtuk, azt utána meg kivittük. Az meg úgy zajlott ugye, hogy egy helyre ledobtuk, vagy nem is egy helyre, hanem ilyen kupacokba. Ment, ledobáltuk, azt utána volt szétteregedve. Úgyhogy tök durva, hogy ja, egy ilyen mindenféle, szinte mindenféle technika nélkül egy ilyen önellátó gazdaságot azért el lehetett üzemeltetni régen. Ja, meg hát a fotelnak nagy izéje volt, szerelme a uborka. Mindig uborkát termesztett. Abba látta a nagy üzletet. Hát minden ki kellett találni régen, majd ez itt közel. Hi, ezek jó, ezek jó furán fordulnak. Jó nagy itt beveg volt. Abba látta a nagy üzletet, rengeteg uborkát ültetett, és rengeteg pénzt keresett be, meg gondolhatjátok mennyit nagy lószart. De hát igazából, ha nincs más megoldás, akkor valamit kell csinálni, ugye? A régi komcsi rendszerben nagyon nem sok minden opciót tudtál kitalálni, hogy te nagy pénzt kaszáljál. Úgyhogy volt terület, uborkára volt vevő, ugye a ruszkik megvették, mármint volt ilyen leadóhely, kiolták Oroszországba, ugye, és azt termesztette. Csak az volt a probléma, hogy az uborka ugye, az pont egy olyan növény, amelyiknek rengeteg víz kell. Mármint az nem úgy működik, hogy azt így elültetöd, aztán ott rohad meg, aztán megnő. Mármint annak kell víz, mert ugye hát egy lédus az uborka. Hát és aztán akkor ugye ez volt, hogy egész évben a foter minden egyes nap öntözni kellett. Hát nyilván nincsen folyóvíz a hegyen, ki kellett vinni ballonokba, össze kellett gyűjteni ciszternákba, meg ugye nem volt eső, akkor mindig ballonba ki kellett bordani a vizet, mindig öntözni kellett. Úgyhogy lehetett mókázni. De hát csinálta. Akármennyi kis plusz lóvé jött belőle, akkor is muszáj volt valamit. Na gyerekek, itt meg, fönforgásban már most látom. Úgyhogy ez szépen okosba kipör, kikerülé. Kicsit lassítunk. Hogy ne menjünk neki semminek. Az én kocsimat se törjem össze, meg másét se. Hello, sziasztok! Már megint ittem dugó lesz. Megint mindjárt olyan kocsisor lesz, mint az állat. Na, megyünk ganyézni okosba. Jó, ez legalább most itt fönnakadás lett. Várjál. Álljunk meg egy kicsit. Megállítom, aztán húzunk egy sorskártyát, jó? Nem lóg rá az útra? Ugye, megnézem, de bele lóg rá az útra. Így rálóg, úgyhogy akkor ezt egy kicsit bejebb húzingálja képen. Aztán megnézzük a sorskártyát, most már újak vannak, tök érdekesek vannak. Nem tudom, valami szupert kifogunk. Oké. Okay. Jó. Jaj, micsoda íze, milyen autentikus ez az egész. Na, srácok, akkor készüljük. Remélem, izgulok, remélem ti is, hogy valami szuper jó kis sorskártyát fogunk kihúzni. Mit szerettem volna? Ja, először legyen a spin. Legyen a pörgetés, ezt is átdolgoztam, mert ugye, ugye most már 50 darab van, az 50. az lesz, hogy pörges két sorskártyát. Jó, akkor én már csapatom is neki a spint, aztán imádkozzunk. Aj, nagyon izgulok, ilyenkor mindig annyira izgulok. 8-as sorskártya, na, srácok, nézzük a 8-as sorskártyát. 8-as sorskártya az azt jelenti, hogy összevesztél az erdészen, nem adhatsz el fát a következő sorskártya húzásig. Aj, bánatos vagyok, azt hittem, hogy valami nagyon izgi lesz. Aj, de jó lett volna, valami nagy szivatás bekerült volna, vagy valami ilyesmi.
Hát de mindegy, amúgy akarok beszélni még egy dologról, úgyhogy jaj, ne, hát nem adhatok át fát, hát ott rohadjon meg a fáradás, gyerekek. Na. Azt hittem, hogy nem mozgunk. Ja, bánatos vagyok, pedig tök olyan jó sorskártyák van, komolyan mondom, ki fogom szórni az ilyen. Hát az igazság, hogy ezt meg kéne húzni gyorsabban, úgy látom, hogy ez itt ebben a játékban úgy van, hogy itt pörög akkor is, hogyha akkor is pörög, basszus, itt elég gyorsan kell, minél gyorsabban kell, mert rájöttem, hogy itt nem az van, hogy nem használódik el akkor, amikor éppen az. Ugye azt hiszem 22-ben, meg 1-2-ben, már 17-ben, talán 19-ben ma úgy volt, hogy a gani az nem fogyott. Itt gyakorlatilag egy helyre ki tudod az egészet nyomni, azon úgy nem baráti. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy gyorsan érjünk végig, és na, csak akkor indítsuk el, hogyha éppen haladunk. Láttátok, kipörgettünk egy helyre, vagy 20 liternyit, vagy nem is 20 liternyit, hanem mennyi? Több száz liternyit. Úgyhogy érdemes itt jó gyorsan végig durrantani. Látjátok, hogy így akkor sokkal többet be tudsz teríteni vele. Azért én meg ilyen 8-al mentem ezelőtt végig, és amiatt ilyen rohadt lassú volt, vagy nagyon keveset tudtam kiszorni. Hát ezt így kellett volna. Nem volt hozzá semmi. Mert ugye úgy van már a műtrágyázás is későbbi FS részekben, hogy konkrétan, akkor ugye nem használódik, ha úgy, olyan helyre szórod, ami már ugye ki van szórva, vagy pedig, és emiatt ugye, ha egy helyre nem fogja kiszórni neked az összeset, itt meg az meg szórja mind a péka lisztet. Hát így egy kicsit többet le tudtam szórni most, hogy hiszen csinálom, csak az a baj, rohadt gyorsan kell venni, hogy elég fura. De hát... Ilyen 19 ennek a max sebessége, amivel ki tud szórni. És igen, akkor is szórja, hogyha lelassítasz. Hát ez szörnyű. Meg akkor is ugyanolyan ütembe szórja. Jó, hát igen, az egy nem a legbarátibb megoldás egyébként a játéktól. De hát itt még nem volt annyira kiforva. De hogyha belegondoltok, igazából ez realisztikus. Mert hát akkor is szórja a trágyaszóró, hogyha egy helyben állsz, ha bekapcsolod. Az rajtad múlik, hogy neked kell a sebességet tartod. Nincs olyan, hogy majd oda nem szóródik, ahol már egyszer volt szórva, nem? Értitek a dolgot. Úgy gyerekek, komolyan mondom, legszívesebben egy dupla sorskártyát bevezetnék. Komolyan. Hogyha ilyen homogénabb sor... Gyerekek, húzzunk ma még egy sorskártyát? Mit szóltok hozzá egy olyan 40-kor? Jó, én nem tudom, én azt most nagyon élném. Persze a munkával is kére haladunk, úgy gyerekek itt ez olyan fönforgásra, de nem tudom merre kerüljünk. Hát nem nagyon akarok kerülni. Hát én itt elmegyek. Figyelj, földcéli, bebazza, hát traktorra vagyok. Ezt mondtam, mindjárt dugó lesz mi. Jó, van, földcélibe elmegyünk. Figyeljetek, egy dupla... Majdnem, mondom, nem féltem volna ott a kocsitól. Jó, az a okosban nem kéne összetörni semmit. Ja, majd egy dupla sorskártyát húzzunk, annyira homok... Ha olyan sorskártyát húzunk, amelyik nincs hatással, tehát most abszolút nincs hatással. Sem negatív, sem pozitív irányba, azért, mert ugye nem olyan műveletet csinálunk, ez konkrétan olyan sorskártya volt, mint hogyha nem húztunk volna a sorskártyát. Akkor lehet, hogy azt kellene csinálnunk, hogy akkor húzzunk másikat, nem? Hát ennek mi értelme lenne így? Most nem adhatok refát. Ez tényleg akkor lett volna érdemes, hogyha mi foglalkozunk azzal a folyamattal, de hát nem foglalkozunk vele. Egyébként itt van kint a szeméttelepen áll az MTZ. De nem szedhetjük ki, csak ha sorskártyát húzunk rá. És a mentési műveletekre ezt beraktam én egy darut. Jó, gyerekek, ben van egy daru, azzal tudjuk kiszedni a dolgokat, és azok az direkt ilyen 20 euró, az annyi, hogy addig, amíg csináljuk az olyan munkákat, olyan küldetéseket, ott van benne egyébként valahol az MTZ, addig megveszem, és utána eladom. Szóval ez egy így oldottam meg, hogy ne legyen az, hogy mindig hitelt kell felvenni, meg mindent. Szevasz rendőr bácsi, nincs semmi probléma, minden tökéletes, műszaki van a verdán.
Nagyon jó. Na hol tartottam? Ja, a ganézás, igen, az úgy zajlott. Meg a fater uborka mániája. De erről már biztos egyébként beszéltem. Ja, azt nyomta nagyon erősen. Ez a krón, ez már megint divincselődött. Nem tudom, hogy a francba sikerül ez neki. Azt hittem, hogy modár van azon az oszlopon, de nem. Ezeket a földek, ja, földet, az a baj. 939 pénzünkben, gyerekek, valami. Meg kell váltanunk a világot nagyon hamar. A következő aratásból mondtátok, hogy izé, repcét ugye tudok, itt nincs bab, úgyhogy nem nagyon akarják babot. Repcét ugye tudnánk, abból lesz 20-valány ezrünk, úgyhogy így elég lassan fogunk haladni. Úgyhogy jó lenne valami jó küldetést is kifogni. Zsiguli, ott meg tudom, Volga, tudom, nem Merci, Volga. Igen. Úgyhogy egy 40-nél húzunk még egy sorskártyát, gyerekek. Ilyenkor az legyen, legyen az, hogy 20-kor meg húzunk egy sorskártyát, hogyha nagyon ilyen semmilyen sorskártya, semmi hatással nincs ránk, akkor legyen az, hogy esetleg húzunk 40-nél. De nyugodtan írjátok, hogy legyen dupla sorskártya, ne legyen dupla sorskártya, vagy csak akkor legyen dupla sorskártya, hogyha ilyen nagyon passzívat húzunk az elsőre. De 3-2-nél több semmiképp nem lesz, oké? Okay? Tehát az nincs, hogy most én addig húzom a sorskártyákat, amíg nem leszünk zsírgazdagok, vagy nem kerülünk csődbe. Szóval ilyen azért nem fog történni. Magadtunk jön valaki, jajjaj. Nekinek nem olyan jó fékjük, hallod? Mert belem posztomnak, akkor ugye nem fizetek én, de romlik a jármű állapota. Ezt úgy oké? Ezt tudjátok, hogy néz ki ez az autó? Suzuki SX, esik szét. Nem volt vicces, tudom, esik szét. Mert ugye van az SX4, meg van egy esik szét. Ez úgy viccesebb. Mert ezt így sikerült azért nem jól betolatnom, de azért talán korrigálunk annyit. Még elégen jó is lett. Azóta bifeg az akkor áll, vagy mi? Fúj a szél? Fúj a szél lehet durván. Úgy. Jó, nem állítom meg a traktor, teljesen fölösleges. Gyárekek, ganét kövönni be ezzel. Hát le vagyunk teljesen csórosodva, nincsenek állataim. Ganyi, de egyébként műtrágyázni is kellene majd. Az lehet, hogy egy kifizetődőbb lenne. Úgyhogy majd fogunk nézni valami műtrágyázót, vagy valami hittrágya terítőd, vagy valamit. Hittrágyát soha nem szoktam telegetni ebben a játékban. Éboze, hogy valami nem stimmel. Így jó. Hittrágyát nem szoktam valahogy telegetni, úgyhogy az rá kéne szoknom. Nem tudom, szerintem amiatt, mert nálunk nem volt szokás. Tényleg aztán gondolja a keeper, akkor azt hagyjuk. Belem vannak ívódva dolgok. De tudjátok, mi tetszik ebben a mappon például? Egy csomó minden tetszik nyilván. De az például akkor a flash, hogy silónak hívják a silót, mert igazából nálunk mindig silónak hívták. És itt is silónak hívják, jaj de jó. Király. Igen, egy kicsi marad benn, elvilág. 5%-nak kell maradnia benn. Úgyhogy. Oké. Mehetünk a következőre, talán már le is fogjuk izéri, csapatni. Küldjenek, én rendesen megszédültem, mert már nyomtam egy kövér gázt, épp hogy föl volt a valagam. Aztán már nyomtam a gázt. Megyünk a tűzépről kifelé okosba. 3500, hát gyerekek, verem a lóvét rendesen, 878 pénzem van. Valami jó küldetés vagy valamit kére, még a végén el kell adnom valamit, majd izéri kapálva kell. Dolgoznom, mert nem lesz pénzem semmire. Kifordulunk. Talán nem olyan a játék, mint a GTA-ba, tudjátok, hogy így berakja az autókat. Közvetlenül, főleg a GTA 3, meg ilyenek voltak a hasonlók. Na, küldjük neki. 25-te, mert nem érünk rá. Figyeljetek, nyomunk egy sorskártyát akkor, hogyha odaértem, körülbelül. Aztán megnézzük, hogy megint kifogunk-e egy olyat, amilyet. Valami jobbat, esetleg valami jobbat talán kifogunk. Ja, ötletek nyugodtan jöjjetnek ilyen küldetésekre. Mentőkocsi.
0-3, ezek szerint a ruszkiknál 0-3 az a mentő száma, mert ez valami szovjetszkoje, igritszkoje, jármütszkoje, pakkackoje. Jó van, hülye vagy képer. Azt nézem, ennek a játéknak a rögzítése 1,2 CPU teljesítményt teszik. Azért az, az oda ver, gyerekek. 60 FPS-ben, 18 tomba. Azért... Eltelt egy lassabb 10 év, amióta ez a játék kijött. De még szerintem még mindig rohadt jól élvezhető ez az epizód is. Pont néztem egy másik videóstól, volt egy ilyen, hogy milyen F-eseket ajánl, ugye, mostanában. Még mindig ajánlom egyébként akármelyiket. Sőt, még a 15-től is tök jó el lehet lenni, úgy gondolom. Júj, baze! Ha nem figyeltem, more! Azt a rohadt térbe, jó le is amortizáltam, 5%, 4%. Te! 5%, 5%, hát ez még a sinen átmentem, még oda vehet neki. De jó, de milyen jó meg van dobva az időig annyira, mi? 5-5%-ra, de hülye vagyok, nem figyeltem. Elgondolkodtam egy kicsit. Nagyon holt játéka. Jó, hogy nem karamboloztam mással, az a lényeg. Egyébként 24-je megy, 25 a vége és 24-je megy. Gondolom azért fogja már az a annyi mennyiség. Azért nem egy brutál teljesítményű traktor. Ott van, mutassa is, hogy 24-je megyünk körülbelül. Nagyon meg van csinálva. Tetszik nagyon. Szép, jó. Ide van lámpa visszajelző. Ó, nem hogy lámpa visszajelző, hanem műszerfal világításunk is van. Látjátok a műszeregységeket. És bazze is kapcsolja, ott kapcsolja. Látjátok a középső kulcsol, úgy mint az MZ-ken. Ugye van külön az, hogy... Ó, mekkora király, nagyon ott van bazze. Ugye sokszor, régebbi gépeknél volt az, hogy a gyújtáskapcsoló bizonyos állásai különböző világítási funkciókat is kapcsoltak. Ugye volt az, hogy gyújtásra adtad. Jaj! Na jó, oké, de ez nem az én hibám volt. Úgyhogy ez rohadtul nem az én hibám volt, hogy ez belevágott ide az árakba. Jó, most ugye nem fogok ennek fizetni. Ne haragudjál, öcsi! Hát mit gondolsz? Hát az én sávon bár fordult. Tessék. Nesze, belevert az árakba, hallod? Normális vagy? Kis köcsög, mit viszél bazze? Atomreaktorokat? Vagy mi? Annyira sietős a dolgot. Hát ez konkrétan az én sávomba fordult, úgyhogy... Ugye arról volt szó, hogyha balesetet én okozok, hát nem én okoztam, hanem ő okozta. Hát még jó, hogy megálltál tesó, bazze. Jó, hogy föntöntötted a traktor. Tessék, 9% bazze a chrome, 5%-a ide az Ursus. Jó, gyerek. Nagyon rendes volt. Na mindegy, ezt fizetni nem fogok, így is eléggé, hogy benyeljem a izémet, a sérülésemet. Hogy a szeme álljon meg, gyerekek, hogy a szeme álljon meg. Na jó, kiszórom ezt a ganét már. Hát ez csodálatos volt. Na, az a lényeg, hogy rohadt gyorsak legyünk, amikor szórjuk. Ez az, már mehet, veressük is. Kicsit kizumolok aztán. Látni kb. Az, hát itt töcsém Schumacherbe kell nyomni, hallod a ganyézást. Ebben az FS 15-ben még. Itt nem volt cökölés. Úgyhogy bocs, de... Még belső nézetben is el tudok azért így is navigálni, azért így kicsit autentikusabb. Ja, néhol nem nagyon sikerült a tárcsázás, tehát jó van. Tudjátok, miért kell nagy gépet venni? Mindjárt megmondom el, miért fogok rácseszni, mert ugye egy négy megmunkálási főmegmunkálásonként kell majd használnunk szántani. Hát én nem fogok ezzel az úzlusszal szántani egyesekével, az hozier, mert akkor megbolondulunk gyereknek. Akkor öt részen keresztül szántás lesz. Jó, egyébként még egy
talán még egy forduló, aztán be tudjuk trágyázni ezt az egészet. Ezért lenne jó nagyobb, nagyobb trágyázót, vagy valamit venni. Egyébként raktam be nagyon autentikus ilyen hit trágyázókat is. Még azt hiszem, hogy ilyen fa is van. Ilyen nagyon gagyik vannak. Nem gagyik, hanem régiek. Mondjuk úgy. Kimegyek végig. Ahogy. Ezt visszatolunk. Aztán megyünk itt szépen okosba. Ah, hát ez nem kevés munka, basszus. Főleg ezzel a trágyázóval. Ez ilyen kisebb földre, ez csodálatos lett volna. De hát erre nem annyira. Meg úgy tekerem a kormányba, az fogabb majdnem kiverem saját magamnak. Meg mást is. Ja, itt nem sikerült a művelet. Elmegyünk egyenesen, hogy ne legyen már több ilyen bukkanó. Mert ezzel se fogunk végigérni, hogy érzem. Jó. Oké, gyerekek, kifogytunk. Figyeljetek, itthon is vagyunk egyébként, tökkel leves. Húzzunk egy sorskártyát. Oké, 40. Minutumban vagyunk körülbelül. Húzunk egy sorskártyát, ugyanott fog leledzeni. Nézzük egy spin, ugyanott fog leledzeni, ugye 8-ason áll, ahogy abba hagytuk az előzőt, aztán gyobunk egy spint, mert rohadtul vágyok az izgalomra. Spin! 5-ös dikaz, 5-ös. Na a gyerekek, 5-ös. Kicsit izgulok ahhoz, hogy 5-ös. Menj ki a felborult ifát az erdészettől, ugye? Amíg nem viszed szervizbe, nem ülhetsz bele. Jutalom, megtarthatod az ifát. Nagy királyság van, gyerekek! Na, itt beindulnak a dolgok komolyan. Jó, gyerekek, várjál, mire lenne szükségünk? Az ifa mentéséhez. Mire lenne szükség az ifa mentéséhez? Bazze, mire lenne szükség? Hogy mivel tudom kimenteni az ifát? Ajajajajaj, várjál, először is. Szedjük össze gondolatokat. Ez lenne egy ifánk, ha ezt meg tudjuk csinálni, csak ez egy kicsit korai, mert egy kicsit nehéz lesz. Ugye beszéltem, hogy Hú, gyerekek, nagyon komoly dolgok lesznek itt. Beszéltem ugye arról, várjál most egyelőre, az a lényeg, hogy gondold végig, lehet, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Mert ez nem biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni, mert vannak szabályok, ugye, nem ülhetek bele. De el kell vinnem a szervizbe, hoppá. Ugye használhatom a darut, ugye azt mondtam, hogy ezt bemodoltam olcsón, azt használhatom, viszont darúval nem tudom oda húzni, vagy vontatni. És azt hiszem, hogy nincsen pénzem vonórúdra, gyerekek. Mert vonórúddal azt hiszem, hogy meg tudnám mondani. Jó, ezt ide lekapcsoljuk. Szépen autentikusan, nyugi, nem kapkodunk, jó? Nem kapkodunk. Szépen, ezért is lekapcsoljuk. Úgy. Ez marad itt egyelőre. Figyelj, a traktor az mindenképp kellene nekem. El kéne menni megnézni a boltba, hogy vonórúd mennyibe fáj. Na végre vannak izgalmak, öcsém. Na imádom az ilyent, imádom, hogy kaptunk egy munkát. Mint a gyűdvona a telefon, vagy a Mari. Gyűdvona, hogy figyelj már, el kéne menni. És azon gondolkozok, mi más nem kell innen, nem tudok egyszerűen semmit használni. Figyeljetek, a traktort azt tudnám használni. Van forgalom, azzal is nagyon meggyűlik a bajunk. Úgyhogy itt nagyon komoly dolgok lesznek. Ugye az izét azt meg tudom venni, ugye beszéltük, hogy le van árazva ugye a daru, le van árazva, hozzá van egy ilyen szerkezet, amivel működtetjük ezt az egészet. De nagyon szarhányan van egyébként benne az erdőben nagyon szarhányan van. Lenne egy ifánk, gyerekek, lenne egy ifánk, igaz, hogy nem a legjobb, bálázós, de viszont akkor már azzal tudnánk gondolkozni, azt hiszem, hogy bálázós ifa, bálahordó ifa. Direkt nem akartam egy ilyen nagyon komoly dolgot berakni, hogy azért ne legyen olyan hatalmas előny, de hát ezt nem biztos, hogy meg fogjuk csinálni, úgyhogy annyira ne örüljünk ám még itten. Mert itt innen például kimenni azzal a hatalmas nagy darúval, az se lesz egyszerű.
Na, srácok. Jó, akkor most koncentráljunk a feladatra, hogy sikerüljön. Hogy akkor azzal emelőre tudunk. De az a baj, hogy a vonórudat nem fogom tudni megvenni. Mert a vonórud kellene, hogy a zifát bevontassam ide. Ugye ide kell behozni. Az a lényeg, ide kell behozni. És hogyha ide behoztuk, onnan a miénk. Az a lényeg, legyen az épületben. Nem is baj, hogyha nincs megjavítatva, vagy akármi. Várj, ezt leállítom. Oké. Okay. És akkor most nézzük a boltot. Nézzük a boltocskát, elvileg. Na, izé kell mindenképp a daru. Ugye az annyi, hogy ilyenkor, amikor van egy ilyen feladatmentés, akkor a darut megvesszük és el is kell adnunk. Nagyon-nagyon olcsó, direkt azért, hogy ugye ne legyen belőle. 5000-be kerül a vonóruddik az. Ugye a darut azt meg tudom venni, meg ugye ez tartozik egy ilyen szörközet, amivel ugye tudsz emelni. Az eddig oké, okay, de nem olyan azt mondta, baszhatom, nem akarok súlyán beszélni, bocs gyerekek. De a vonorúd nélkül nem sokra megyünk. Na mindegy, próbáljuk, elmenjünk kimenteni, miből tudnánk pénzt csinálni? Semmiből, bazzel. Na hát ezzel meg ki kéne jutni az izéig, úgyhogy nem törjük össze. Az erdészetig. Hát ez se lesz egy leányállomám gyereknek. Jó, mondjuk... more! Ez egy kicsit korai ez a küldetés nekünk. Egy darab úzusz traktorra, na mindegy. Jó, annyit csinálunk gyerekek. Megpróbálunk kimenni, elindítjuk. Ezt is ugye indításmód minden benne van. Oké. Okay. Oké, okay, és ennek van egy ilyen eszköz, amit rá tudsz akasztani, és ezzel tudod ugye fölvönni. Ezzel akármit tudsz elvinni, ez tök jó. Az ilyen mentési műveletekre nagyon ajánlom. Modpak lesz mindenképp, srácok, már kérdeztétek. Lesz modpak, ezt ugye föl tudod csatlakoztatni elvileg. Elvileg? Olyan. Igen. És akkor ezt tudod használni arra. És azt nem mondta, hogy beakadt a földbe, az akkor jó lesz. Na, ja, jó. Hát így beakadt a földbe, de jó volt. Oh, 35%-ra le is damage-elődött az a ketrec. Jó, oké. Okay. Na valahogy most rohadt óvatosan ki kéne jutnunk az ifáig, de azt olyan óvatosan, tényleg nagyon óvatosan, mert az lesz itt a problém, hogy ez egy az, hogy nem damage-elődhet, kettő nem okozhatunk belesetet. Úgyhogy készüljünk a legrosszabbra, gyerekek. Hát igen, nagyon nagy, szerencsére nincsenek kábelek, semmi. Ugye az erdészethez el kell erre jutni először. Mindenképp, utána még gondolkozunk azon, hogy juttatjuk be ide az ifát. Ugye olyan nem játszik, hogy én most ezzel végig rángatom minden keresztül, azért valami ilyen szinten hogy mondjam, realisztikusnak kell ennek lenni, ennek a mentési műveletnek, nem egy ilyen őrült hülyeségnek. Nem tudom, hogy fogom megoldani ezt. Az a baj, pénz kellene. Honnan szerzek pénzt? Kéne 5000 a monórúdra. Nincs 5000 pénzünk, Dick. Mit tudnék eladni? Most tudom, gondolkozok. Azt hiszem, hogy van egy jekém. Ha ide behozom, itt is működik az, hogy drágában veszik meg. Még itt kigondoljuk a dolgokat. Ez lehet, hogy egy icipicivel hosszabb rész lesz, gyerekek. Ja, nem nagyon látok el arra. Gyerekek! Ez mi a csöv ez a járvű? Kicsit gyorsítunk, és megpróbálom kifordulni, most nem jön semmi. Ez egy hatalmas nagy jármű. Nyilván jobb lenne ezt tréleren szállítani. Mondjuk, hogy a falurak a lakossága most így megengedi. Jaj, az oszlopdik. Hozzáértünk az oszlophoz. Az a baj, hogy nagyon nem érdekel ám. Csak az a nagy probléma, hogy damage-elődni fog a leszköz. Jaj, ne jön valami. Nagyon gyorsan félre kéne húzódni. Mert nem fog félre menni. Elférünk? Mondjátok, hogy elférünk. Elférünk. Jaj, basszat. Jó. Azonban jönnek az autók.
Vannak egyébként rohadt jó nézetek. Van ez, ugye? Van ez a krén nézet. Kicsit gyorsítok. Csak az a gond, hogy nagyon nem akarom, hogy neki jutodjon bárminek ugye a daru. Próbáltam egy csomó darut egyébként, morot. Hogy ezeket a mentéseket tudjuk autentikusan csinálni. Sajnos vannak ilyen zil, meg ilyen jellegűek, de nem nagyon működnek normálisan. Ez a mód, ez tök jó. Ez egy nagyon jól működő mód. Gyorsítsunk egy kicsit, hétre begyorsítunk. Na most ne jöjjön semmi, gyerekek. Szembe. És ugye ez a következő részre, ez el fog tűnni mindenképp ez a daru. Ez csak a küldetésért van. Jaj, uff. Na jó, hogy nem jössz nekem, öcsém. Hát azért az édesanyád valaga van. Nem látod, hogy útlezáráson amúgy is hülye vagy? Ezzel kapcsolatban is, hogy... Ez igen, bazza, ez nagyon sietős ezek meg. Ezzel a kapcsolatban az útlezárás meg itt a munkálatokkal kapcsolatban is lehetne egy küldetést kitalálni. Úgyhogy ha valami ötletetek van például, hogy föl van mondva az út, ezzel kapcsolatban, vagy épülőházzal kapcsolatban, mármivel ugye tök jó a mapunk. Igazából ez a tök jó a képzeletbe, hogy akármennyire kreatív tudsz lenni, az csak azon múlik, hogy mit találsz ki, hogy mennyire vagy kreatív. Ugye régebben is, amikor játszottak ilyen szerepjátékokat, leültek egy asztalhoz, ott is úgy működött, hogy... Gyerekek, hú, itt még messze van. Van itt egy hosszú egyenes, lehet, hogy átmegyek inkább ezen a mezőn, megpróbálkozom vele. Jó, itt egy cross mögöttem. Én bocsánat, haver, én próbálok lehúzódni, ha nem előzzel, nem előzzel. Ne arra mondjál meg. Most majd itt elmegyünk. Hát itt aztán van forgalabdik az. Ez befordul ide, jó. Én addig eltakarodok. Oké, egy kicsit gyorsítunk egy picit, egy 10-re. Jó. Ezekkel valószínűleg, hogy nem nagyon mennek 10-nél gyorsabban. Oké. Jó, no problémo, gyerekek, no problémo. Hát igen, ezt egy traileren kellett volna hozni. De... Jó, legye fene, megoldjuk ezt így okosban, lesz egy ifánk, az jó lenne. Igaz, hogy sok mindenre nem fogjuk tudni használni, de azért is jó, még hogyha portkocsit húzunk vele, már akkor is nyertünk vele, értitek? Van egy járművünk, amivel tudjuk, űha, itt meg kell rétés, meg mik ezek a nagy dombok, dikaz? Hú, hát hallod? Itt lehet, hogy be fogunk cunkázni. Valahol ide van beborulva az ifa, pontosan még megmondom őszintén, majd hogy nem, én sem tudom. És megpróbáljuk kiemelni ezzel a daruval. Először ugye mondjuk, hogy az útra kéne valahogy kiszedni, várjál, lelassítok jól. Akkor majd te kéne fordulni. Úgyhogy a crane az ne nagyon akadjon bele semmibe. A fák között. Szerintem egyébként rohadt könnyen felborul ez a daru, úgyhogy azt meg vigyázzunk. Jó nehéz helyre raktam be direkt. Hogy azért köljön vele szemben. Jaj, de jó küldetés. És nem biztos, hogy megcsináljuk. Ha nem csináljuk meg, nem csináljuk meg, gyerekek. Legyen egy időintervallum, másfél órába megköcsülálni, gyerekek. Hoppá, itt elakadtunk, itt van valami ízé. Bot. Hát igen, ízénk sincsen. Gyerekek, nincsen láncfűrészük, pedig az meg jó lenne egy ilyen mentési művelethez, hogyha előttünk van valami, akkor ki kéne vágni. Azt a bőtjár, hallod? Na hát nem tudom, várjatok, itt nem kéne lemenni, mert itt tuti fölborulunk, hanem elmegyünk itt fölfele. Nem lehet letalpalni ezzel a darúval, dikaz? Tehát nem merek lemenni, na. Itt elvileg valahol itt van az ifa. Ott a löszfal környékén, lehet, hogy lekölöd volna menni, gyerekek. Jó, viszont jó, hogy erre jöttem. Na, itt végig tudunk menni, egész végig. Ah, ez jó lesz, jó lesz. Nem tudom, emlékszem ám rá, hogy hova, hogy pontosan, hogy meg hova, milyen teremviszonyokkal tudunk itt eljutni. Csak így próbálkozok, és ez tök jó. Legjobb az lenne egyébként, hogy lenne egy ember, és az kitalálna ilyeneket, és úgy rejteni el a dolgokat, hogy én ne tudjam. Csak sajnos, ugye az nem úgy működik, mert mapon látszik. Szándékosan nem nézek egyébként mapokat.
hogy ne tudjátok. Egyébként egy benzinkút is van, tök jó lenne ezt az erdészetet megvenni, ugye itt van ilyen telep, meg minden. Nagyon szuper. Itt lesz valahol. Hoppá, megint valamibe. Valami, vagy neki mentünk. Vagy pedig nem bír felmenni ezen a lányton. Aha. Lehet, hogy nem bír felmenni. Ez úgy jó lesz egyébként, hogyha nem tudunk felmenni. Miért nem tudunk felmenni? Mi történt itt? Ja, lehet, hogy ott az a fa. Nem tudom. Lehet, hogy meredek a lejtő neki. Sőt. Hát, bazza, itt akkor kerülni kéne a gyerekek. Valahogy okosan nem kéne födönteni a dolgok, megpróbálunk elmenni ott abba. Mutassunk már kóni, hát talán nem dűl föl. Nincs egy rohadt láncfűrészünk, bazza. Ez lenni probléma. Hogy nincs egy láncfűrészünk sem. Á, gyerekek, födöntöm ezt a kotlát, megőrülök. Ha nem, itt jó, itt még nem annyira veszélyes. Aha. Itt valahogy be kéne csalingázni, lehet, hogy itt, arra egyenesen. Ott van az ifa, látjátok, a platóját már látni, ha lesz falná, oda van bezuhanva. Hát ez is egy, nem tudom milyen megoldás lesz, hogy meg egyáltalán elbírja-e ezt, nem tudom, hogy elbírja-e. Úgyhogy lesznek itt még feladatok, nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, nem szándékosan azért, hogy olyan feladatokat akartam kitalálni, amik nem biztos, hogy 100%-ra meg tudjuk csinálni. Mert annak akkor mi lenne a kihívásban? Akkor az lenne, hogy tessék itt az ifa. Hanem olyanok legyenek, hogy legyen nehéz. Látjátok például, ez a daru, ez ott nem tud fölmenni egy olyan lejtőn, úgyhogy lehet, hogy itt se fog fölmenni. És lehet, hogy nem fogjuk tudni emiatt kivonszolni, vagy kihúzni. Ugye nem ülhetünk bele ezekbe a járművekbe, ez egy ilyen szabály. Arra gondoltam, hogy ez szerintem tök jó. Ugye emiatt, hogy nem ülhetünk bele, gyakorlatilag úgy kell valahogy levarázsolnunk ilyen helyekről, vagy kivarázsolnunk. Na, gyerekek. Rúg mind a disznó, ez nem nagyon akar egyébként. Nem szereti ezeket az emelkedőket. Aha, meg is kotlik, figyeld. Na, ennyi fel még bazza, repsziszem el. Nyomjad neki! Nyomjad neki! Jó, hát talán aha, jó van, oké. Okay. Bazza, csúszik vissza, dick. Na jó, hát ez nem jó ez a megoldás. Konkrétan visszacsúszok, basszus. Bár lehet, hogy nem így kéne emelni, hogy itt vagyunk, úgyhogy egy kicsit még... az rendesen megindult mind a tavaszi virágok lefele. Megpróbálunk itt elmenni a ketreszek felé, vagy a... Itt talán ne tud menni, és akkor úgy okosba. Ide ki kéne való emelni. Az a baj, hogy az Ursus se egy erőgép, hogy azzal nagyon sokat tudunk húzni, szerintem egy ifá. Nem tudom, egyáltalán tudunk-e húzni rajta, vagy bármi. Hát meg egy vonorúdat nem álltad a szörözni, nem tudom, hogy az hogy fog működni. De nekiálltam itt, nekiestem itt tót az agyjának. Hoppá, várjál. Akkor próbáljuk meg valahogy, nem tudom, a hátuljára ráakasztjuk ezeket a pontokat. És megpróbáljuk kiemelni. Próbálok távolítani, nem is tudom pontosan, lehet ezt fordítani is, igen. Jó működik ez a daru, úgyhogy azzal nincs gond, csak velem van gond, hogyha nem fog működni ez a projekt. Teljesen így el kéne fordítani, hogy teljesen tudja beleengedni oda. Oké, okay, egy kicsit jobbra. Oké, okay, szerintem ez így jó, és akkor ráengedjük, és megpróbáljuk rögzíteni. Okay. Pont bemegy közé, tök jó. És akkor nézzük. Na. Nem, igen, rögzült. Nem, igen, rögzült, gyerekek. Ez, hogy a kabin környékére kellene? Oké. Okay. Rögzítve. Rögzítve. Ebírjuk.
Nézzük már egy belső részletet. Azt a bőtjár, gyereke. Te bukik rendesen a verda. Nem biztos, hogy elbírjuk, basszus. Jóó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 
Elég csúfúra sikerült rögzíteni, de most már mindegy. Hát nem tudom, hogy hol várjatok, nincs itt valahol egy út, ahol be tudnak jönni. Ott van egy út, egy út, ott jön be. Úgyhogy az MT, vagy nem az MTZ-ben, hanem az Ursusszal ott be tudnak jönni. Az a lényeg, hogy ezt próbáljuk meg innen kiemelni. Próbáljuk meg magunk fele, nem sokat látni, ahogy. Azt a bőtjár hallod, rendesen taszigálja azért a darut. Majd elfordítom útba. Így. Jó. Hát rendesen emelkedik a darudak az a része. Oké, gyerekek, most mehet lefele. És akkor ledobom így, szerintem így jó lesz. Azaz. Bele vagyunk akadva, mind az őrület. Ha, gyere ki onnan. Ujjaj. Most megfogtam még egyszer inkább. Hát, hogy megyek vele egy kicsit. Már jár, berakjuk egyes sebesség, vagy egy sebességgel, 1 km/h. Kicsit mozgok vele. Inog, mind az Isten gyila. Lúl, basze! Egy ifát cipelketek. Ja, valahogy értelmesen le kéne ide rakni. Várja? Ahogy, végre. Jó. Oké, várj, ezt állítsuk meg. Szuper. Jó, ugye nem szálltok bele, nem tudom, elő van-e vontatási pont, nem tudom, hogy a vonórúd jól működik-e. Honnan szerezzünk 5000 pénzt? Most azt kéne kitalálnunk. 5000 pénzt azt egyfajta képpen tudnék szerezni. Még nem tudom, hogy működik-e az, hogy... Ha... Majd be kéne ugratnom a... Nem 10 évbe. Ide kellene hoznom dolgokat, és megpróbálni, hogy eladni. Tudjátok, mi van szerintem egy darab fölösleges? Egy portkocsim van. Ugye? Jól emlékszem, egy portkocsim van. Most meg fogom nézni a garázsba. Ez 2700-at ér, de viszont volt egy nagyobb pótom. Ami... Jaj, van a hamsterem. De hol van a másik pót? Volt még egy pót, gyerekek. De nem volt nekem még egy pótom. És itt van a 500-at érje, ha jól van, aki akkor az nem. Tudjátok mit? A hamstert bazel kéne adnom. Most csak azért. Most egyelőre úgyse kell, meg akkor lehet, hogy bálázni fogunk. Úgyhogy, de viszont a hamstert azt lehet, hogy elhozom ide, akkor több pénzt kapnék, érte? Nagyon gyorsan, gyerekek, elhozzuk, jó? Elhozzuk a hamstert ide. Nem tudom, azt hiszem ide kell beállni, és akkor jobb pénzt kapsz érte. Talán 15-ben is működött ez a dolog. Hol van a hamsterem? Ben hátul, ugye? Jó, toljuk neki, basszus. Jó, ebben a részben meg kell lenni. Az a lényeg, hogy mondjuk egy óra 30-ig ennek meg kell történnie. Jó, gyerekek, valamit akartam mesélni. Csak annyira bele vagyok itt lovalva ebbe az egészbe. Megkeresett egy volt nézőm, vagyis egy nézőm, aki már nagyon régóta néz, utoljára talán 2018-ban írt nekem, küldött módpakot, és képzeljétek, indította, és ez még mielőtt belevágnék ebbe a történetbe, ez nem reklám, nem olyan reklám, ezért én nem kapok semmi, se pénz, se semmi, tényleg semmilyen juttatást, hanem csak egyszerűen úgy, mint volt nézőm, megkeresett, hogy ő neki van egy vállalkozása, és ilyen mezőgazdaságot, kapcsolatban csinál ilyen gépekkel, régi retro gépekkel kapcsolatban csinál vászonképeket, amik ugye olyanok, mint a festmények konkrétan, csak mégis nyomtatva vannak, de viszont vászonra. És ez szerintem tök érdekes, és szeretném majd a videó végén megmutatni ezeket, meg lerakom a leírásba linket. Ha akartok, akkor tudtok onnan esetleg röndölni.
De szerintem, és ez tényleg nem reklám, ezért tényleg egy forintot nem kapok semmi, csak úgy megkeresett ezeket, megmutatta, és gondoltam én meg, hogy szerintem szeretném ezt megmutatni nektek, hogy tök jó, hogy valaki ilyen dolggal foglalkozik például. Oké? Jó, hát ezt be se kötöm, mert semmi szükség rá. Arra ugyatok, én nem akarok így ugratni nagyon a gépek között, jó, amikor muszáj, akkor muszáj, tehát most nem akartam begyalogolni innen kintről a réttől a daruig, de például ez tök jó úgy, hogy bevisszük. Ja, tök jók egyébként azok a képek, ilyen különböző Dutra, meg Csepel, meg MTZ, meg mindenféle vászonképeket készít, és szerintem nem is annyira nagyon drágán, aki rajong az ilyen régi retro gépekért, meg ráadásul képekért, azt annak lehet, hogy érdekes lesz a videó végén, ennek a videónak a végén, majd ki fogok rá térni. Úgyhogy arra nyugodtan készüljetek fel, de azt elmondom, hogy ezért nem kapok pénzt, szóval ez nem arról szól, ez nem azért csinálom ezt, hogy én most ez bármit kit reklámozok úgy, hogy most tudom én, hogy azért bármit elfogadok, hanem tényleg azért, hogy segíteni szeretnék neki, hogy ez a vállalkozása, hogy ilyen dolgokat csinál, az szélesebb körbe megismerjék az emberek, és szerintem érdekes is tud lenni. Ja, nekem kokosba vegyünk kb. De messzensbe azzal most nagy munkába vagyunk. Ja, érdekes tud lenni szerintem a csatorna nézői számára ez a dolog. Hoppá, bazzeg, küldetés! Küldetés kell csinálni, bazzeg. Na, ide megpróbálok, bár nem tudom pontosan hol lehet eladni, de remélem, hogy ott. Csak nehogy az legyen, hogy a izit a traktort is eladom, úgyhogy ezt most lecsatlakoztatjuk, azt ezzel meg odébb megyünk. Nehogy az legyen, bazzer. Remélem, hogy itt lehet eladni, vagy valami ilyesmi. Jaj, ki lehet választani, jó. 2000-re, látjátok? 2000-re többet kaptam kérni. Na, bazzer, most aztán imádkozzatok, hogy működjön az a rovat izé, vonóród. Hú, de egyébként annyira élem ezeket az ilyen küldetéseket. No, Honor úr, és ezt meg is fogom tartani, mert ez jó lehet. Ott van a Honor úr. Elvileg ezt mi már használtuk nagyon-nagyon régen. Emlékeztek ti erre? Én ezt a Honor úrat, ezt megtartom, ez nagyon epik. Ez a baró jó cucc. Kellett a daru is, mert ugye egy olyan helyen volt, ahonnan le kellett szednem. Ezt, hogy kell felcsatlakoztatni, arra emlékezzen valaki. Nem én vagyok az, aki erre emlékszik, meg próbálunk innen rájárni. Ugye megvan ennek hogy egy két vége, zöld, meg nem tudom, hogy van ez. Aha, ez jó. Oké, akkor ezt ma veressük is, megyünk ki. És akkor megpróbáljuk rácsattakoztatni, hogy az ifára, hogy hol van ez. Ja, ez így izé, ennek fizikája van, dikaz. Csapódik. Jó. Remélem, nem töröm össze a vonó. Összetöröm a vonórudat, az még szép lesz. Na, csapjuk neki gyerekek. Munka van. Jó, úgy látom, hogy vonor úr az nincsen damage-elődve. Bemegyünk a földes úton, azt megpróbáljuk arra kirángatni. Nem itt az erdőn keresztül kellene, hanem inkább akkor menjünk be, még ha sár is van, vagy bármi van akkor is. Erre viszont ki kell találni erre a szituációra valami küldetés gyerekek, hogy itt történik valami, hogy ide kell hoznunk valamit, akár micsoda, de itt legyen valami. A gyerekek, bemegyünk, megnézzük a földes úton, legalább ismerkedünk kicsit az erdővel. Egyébként az erdőt azt nagyon szeretném megvenni, csak rettenetesen drága. Ugye nem foglalkozik a kipora a sebességgel mi, amikor meló van, amikor küldetés van. És ezt be kell vontatnunk, az a lényeg, hogy érjen be abba a műhelybe, akár hogyan is. Ez mindig, hogyha ilyen kell csinálni, mentést, akkor ez a feladat. A mapnak a különböző részein vannak dolgok, elrejtve, lehet, hogy most szemfülesek látták is, ugye, gyakorlatilag olyan, mintha a tulajdonomban lennének. Várjátok, hol van a földes útbejárat? Várjátok, itt nincs. Kicsit lassabban, mert kb. Nem látok semmit semmibe, így. Aha, itt valahogy, nem tudom, hogy lehet eljönni. Bemegyünk a bejáraton, aztán körülnézzünk, hogy hogyan. Valami értelmes módon kellene kimenteni ezt az ifát. Remélem, hogy működik, csatolási pont meg minden, tudjuk menteni. Ez egyébként nekem nagyon tetszik, én nagyon bírom ezeket az ilyen szituációkat.
És akkor ugye kapunk érte egy ifát, ezt akár el is adhatjuk, vagy bármit csinálhatunk, mert egyébként ez az erdő, ez olyan jól meg van csinálva. Ez a map olyan jól meg van csinálva, imádom ezt a mapot, srácok. Itt lesz a bejárat mindjárt, ezt a szépen okosan. Így a mentés kezdődik. Remélem, hogy nem fogyott el még a kaja, mindenki kényelemben van. Szerintem jön a videónak az egyik legizgibb része. Hanem a legizgibb, hát itt ugye nem megyünk gyorsan. Kocsba, és akkor megpróbálunk itt a jobb ágon elmenni. Ó, sorompó, mit csináltál? És ez hogy lehet fölgyíti, vagy ez hogy bükrik? Ó, Istenem, ez a map. Hogy menj a francba, mennyire király. Na, és így, egyébként ezen a mapon ugye van sár. Az viszont böszme jó, vagyis... Aha. Itten küzdenünk, mint disznó égen. Meg itt lehet, hogy, lehetnek problémák is. Na jó, próbáljunk meg eljutni valahogy. Menjünk belső életbe, azért ez... itt ez nagyon jó, ez a földes, sáros rész. Okosba. Nem tudom pontosan hol lehet. Van amelyre erre, ugye? És akkor itt végig kéne húzingálni? Hát nem tudom, egy ifát végig tudok én húzingálni. Azt a bőtjár, gyerekek, hát edesen korkodál le a vérdel. Egy százalék, megcsaptuk egy kicsit a izelt. Itt is egy nagy sár van, várjátok, lehet, hogy izébe kerék közé veszem. Hú, gyerekek, mit hipogottak ki itt, bazzer? Komoly dolgok ment. Oha. Várjál. Megakadtunk, more. Ha azt a bőtjár mi ment itt, hallod? Rábos Tiger, vagy mi? Ja, tönkre vegy a traktor, bazzer. Gyerekek, itt valahogy ez ekkö kerülni, bazzer. Hát ez kemény! Na mitől, mit folyik itt gyöngyös a gyerekek? Valahol, nem tudom, bazzer, várjál, álljál meg, hol vagyok egyáltalán. Itt valahogy, nem tudom. Az erdőn keresztül, bazzer, ez egy kicsit erős móka lesz. Próbálok eljutni, nem tudom, hol van itt, hogy tudunk itten kijutni majd. Valahol itt kell lennie, nem? Nem. Nem jó fele megyek, bazze. Most itt vissza tudok tolatni? Nem kéne ezt összetörni, ezt a vonalrúdat. Sajnos ezt máshogy nem tudom elhozni. De itt meg kézzel nem lehetett taperolni dolgokat. Jaj, nem, meg a saját traktoromot nem kéne szarrá törni. Urzus már 6%-on van, az előbb még csak 5-ön volt. Hát kapja az ívet itt, ugye. Na gyerekek, hát hol az a rágba? Hol a rágba? Itt van valamelyre. Valahol itt kéne jobbra fölmenni, és itt van is út. Hú, de jó. Akkor meg vagyunk. Erdei utakon közlekedni, more. Aha, itt lesz a löszfal szerintem. Itt kell lehoznunk. És igazából arra kell elvinni, amerre... Amerre ugye bejöttünk. Hát nem tudom, ez az Urzus egyébként le tudja húzni azt az ifát, vagy lekortlik aztán. Hát hogyha nem sikerül, ez egy olyan dolog lesz, gyerekek. Ott van a izé, ott van a daru. És igazából a daru előtt lesz. Micsoda sár van itt mindenhol, bazze. Hát itt ezeket nem tudom, valahogy inkább így kéne. Süllyed bele a kerékdik. Hát imádom ezt a mapot. Itt ez a map szerintem, no, iszonyat sokat foglalkozhattak vele. Gyerekek, fönerüljünk, bazzen. Na várjál már, itt elvileg jobbra akkor fel tudok menni az ifáért? Itt, jó. El fel fogok rőlni, esküszöm, komolyan. Itt lehet, hogy nem fog ez összeérni. Várjál, itt. Aha, itt föl tudok menni. Jó, itt a kettő fok között reméljük elfél. Meg remélem, hogy nem fog lelökni minket az útról. Ez itt van. Ezt próbáljunk. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy csak a hátuljára tudok majd kötni. Imádom ezeket a küldetéseket, annyira feelingesek. Micsoda löszfal van itt. Tök jó. Hol vannak? Nálatok vannak ilyen löszfalak? Nálunk egyébként vannak. Megjöttük az ifához, Dick. Szépen lesz valamely, tokosba elmegyünk. Megpróbáljuk az elejére csatlakoztatni, remélem, hogy lehet. Egy jó nagy ívbe.
Így okosan, okosan, okosan. Okosan így. Hát ez nem egyszerű lesz, úgy látom már most. És nem tudom, hogy a zöld felét kell le a traktorra, vagy a... Nem néztem róla leírást, én bolond. Nem tesz jót nekem, hogy így. Hogy egyáltalán lehet erre, tudod? Vagy pedig lehet, hogy be kell hozzá a szállnom. Járni nem járhatok vele. De... Aha, nem akarja. Jó. De nem tudom, egyébként az Ursus el fogja tudni húzni. Várja. Nézzünk egy F1-et, hogy... Lecsatolás. Mi az mi? Hú, leleveli róla azt is, de jó. Azt a monólapot. Megpróbálok a másik végére rájárni, gyerekek, mert nekem gyanús ez a vodorút. Lehet, hogy két oldalról lehet. Úgyhogy mindjárt megnézzük, jó? Majd lehet, hogy csak a hátuljára fogok tudni az ifának akasztani. Mondtatási pontra szerintem egyébként lehet. Hát remélem, hogy működni fog. Nem, ez, nem a mod miatt fogunk befélölni. Ez nem ide való. Ezt nem így kell. Jó, nem baj. Zöld fele, akkor kell. Megpróbáljuk a hátuljára az ifának. Lehet, hogy itt nincs vontatási pont, hanem csak dísz. Sőt, valószínűleg. És akkor hátrafele kell húznom, ami még izgisebb lesz. Legalábbis még nagyobb szenvedés, úgy értem. Úgyhogy bemegyünk hátra mögé, meg ráadásul rosszul is van fordítva, de szerintem meg tudjuk fordítani, talán azzal nem lesz probléma. Figyeljetek, hát meló van az erdőben az. Mentési műveletek vannak, nem lehet itt elizéri. Töcsölni. Na. Nyomunk egy fordulat el, ilyenkor mindig megszérülök, amikor még szállok fel. Hú, izgulok, hogy működjön minden, meg hogy sikerüljön is a mentés, de rohadt nagy az ifa ez az Ursushoz képest. Lehet, hogy végig ki se tudjuk rángatni. Egyébként erre is ki tudnám az útra rángatni, de nem lenne annyira autentikus. Úgyhogy, valószínűleg, hogy nem arra fogjuk. Van monó rész az ifán, köllené jel neki. Oké, okay, jó van. Na, csak az a baj, ezt a vonorúdat ezt így irányítani, hát ez mindent lehet, csak nem egyszerű. Várja, volt egy plusz, ugye? Nem volt plusz, lett valami még egy. Nem annyira akarja ez a jót, várja, megpróbáljuk innen. Nem annyira akarja.
Elég nagy baj. Szerintem nincsen messze tőle. Ugye rohadtul csúszik az a rohadt vonóról is. Az is problémás tud lenni. De a vonóról is nagyon, nagyon elbaszott a mozog. Majdnem egy külső rédet megpróbálják éppen. Ez úgy működik, mint egy pótkocsi, vagy hogy működik ez a borórútnak a fizikája? Ilyen nagyon, nagyon össze-vissza. Fölkapatok. Szenvedés van a köbben, bazze. Nem lesz meg az ifa, jaj, gyerekek! Nem fog megmenni az ifa így. De mi az a shift és... 4 Shift 5 Ez szerintem az idejhez tartozik. Választott eszköz cseréje, és itt csak a lecsatolás van. Ez a szomorú. Nagyon lecsatolom. Az ifára nem lehet rácsatolni? Nem. Gyerekek, nem tud vontatni az az ifa. Jó, majd ki lehet nyitni a lánytot, az jó. Az jó, de az még mindig semmire nem megyek. Jaj, de ne, olyan bánatos vagyok, akkor hogyan oldjuk meg, gyerekek, valahogy meg kéne oldani ezt. Mert máshogy meg hogy az agyába lagába. Gyerekek, az ifa az nem fér fel egy volt pótra se, ugye? Ez erős lenne. Gyerekek, bazza, mindjárt elmegyek a pótkocsiért, kavolja a bordom, azt a fölemeljük rá, vagy nem tudom. Mekkora az a pótkocsi alatt területe? Fölférne rá az ifa? Csúnya világ lenne, ifát elvinnénk a pótkocsi. Egyébként sajnos, szerintem ez a mod, ez rohadtul nem működik. Úgyhogy ez eléggé bánatos vagyok emiatt. De úgy néz ki, hogy nem igen akar működni ez a mod. Meg ráadásul tök jó irányítható sebegyire. Egyébként az a nagy probléma vele, hogy ráadásul nem tud irányítani se. Istennek se. Jó, az a még el vagy, hogy nem tud irányítani, de szerintem hát figyelj, ennél jobban nem tudsz ráállni. Ennél pontosabban már nem tudsz, úgyhogy biztos, hogy nem működik normálisan. Sajnos. És megpróbálom még, hogy így rátoladva. De hát nem. Egyszerűen nem működik ez a vonóról ennél az ifana, vagy pedig az ifana egyszerűen nem tud vontatni. És nincsen csatolási pontja. Hát akkor ez így most becumisztunk rendesen, de nem vagyok az a fajta, aki feladja. Úgyhogy mindjárt jövünk idejöve. Komolyan mondom, én elmegyek most egy pótkocsiért. Ott rohadjon meg. Ezt visszavisszük eladásra. Kár volt a hamstert elad. Jaj, ne. 10%-on már idő. Gyerekek, 10%-on vagyunk a damage ügyileg. Többen veszünk ezzel az egész küldetésen, mint amit gyerünk. Hát figyeljetek, egy pótkocsit kell hoznom, bazzi. Vagy valamit nem tudom. Valamit, vagy pedig meg kell nézni, hogy nincsen valami nagy pótkocsi, amit tudnék izelni, mozgósítani. Bár ezzel az Urzusszal elhúzni, hát az egy eléggé kénylódás lesz. Á, nem jó ez a vonórút. Eladom a francba.
Megnézzük a borkocsik között, nincsen valami jó cucc. Jói. Ugye itt fordulhatnak arra is. Kereszteződésben. Meg még be kéne húzni. Ja. Hát szerintem azt a fél, hogy másfél óráig kell vége lenni ennek a résznek, az lehet, hogy nem fogom tartani. Mert azért nem, nem vagyok oda feladós típus. Rossem nem ette meg ezt a izét, ezt a vodorudat. Ezt, hogyha működött volna, akkor meg, talán meg vagyunk, bár nem biztos. De egyébként ez tök gáz, hogy hát igen, pótkocsit kell. Jó, hát ez egy küldetés, valahogy meg kell oldani a dolgokat. Így vagy úgy, inkább most akkor úgy, nem így. Szedjük alá szépen, okos, beladjuk a vonorudat. És akkor nézzünk valami pótkocsit, esetleg nem tudnánk venni, vagy bármi ilyesmi. Ugye hitel nincsen, küldetésnél sem, nincsen itten mismásolás. Jó, azt eladom. Most sem meg már majdnem mindjárt megint tankolhatok. Eladott 3000, 5000 évet vettük, látjátok? Hát nem volt nagy kifizetődő dolog. Nézzük a izéket. Nézzük a kategóriákat. Módosítók, egyébnél esetleg nincsen semmi olyan, ugye? Nincs eszhetően, nincsen semmi. Ezek mind semmi. Villanőkocsik. Melyik valami pótra neve férne rá, amelyik nekünk elég olcsócska. Gyerekek, ezek minden rohan nagyok. Vagy nagyon kicsik. Egyébként nem drágák. Oda nézzé, bazze. Hoppá! Agrofem remorka. 2800-ért. De ez most ez mi? Ez kapacitás 8500 liter. Ha egyszer ez csak izét tud szállítani. Ez bálát tud szállítani? Ez egy bála hordó, gyerekek. Akkor minek ír kapacitást? Ez mi? Ez elég komolyan néz ki. Várjatok, még a nem modok között megnézem. Ugye van ilyen trailer, de hát azt biztos, hogy nem fogjuk tudni megvenni. Ez 14000-be kerül. Uh-huh. Skár. De ugye ezt kellene egy dolly is. Hát nem tudom, megpróbálom. Annyit tudok csinálni, megpróbálom saját portkocsimra valahogy fölzavarni. Saját szabályomat nem akarom felrúgni, ugye lenne olyan opció, hogy azt a portkocsit, azt a bálóordot megvenném, de 8500 literes és 8500 pénzbe kerülne. Nyilván nincs annyi pénzem, nem veszük meg, nem veszük fel hitelt, nem, saját szabályunkat nem rúgjuk fel. Igaz, hogy ugye olcsóbb, de... Lehet, hogy gyerekek, elmegyek erre, lehet, hogy egyszerűbb elmegyek. De saját szabályomat rúgnám fel ugye, hogyha kapásból, már harmadik vagy negyedik részbe vennék olyan portkocsit. 8500 literest, ami 1500-ba kerül ott. Értitek, hogy mire gondolok. Á, gyerekek! Ez lehet, hogy ez az ifa, ez egyelőre maradott. Nagyon sajnálnám. De mekkora hülyeség ugye a mod miatt. Vagy pedig azért, mert nem tud mondani. Nem tudom, hogy ez a mod miért nem működik normálisan. Miért nem működik normálisan. Hát nem tudom, hogy melyik pótot kéne, a laposat kellene vinnem. Alapterület lenne nagyobb valamelyik, az lenne jó. Hát elég jó. Hát az a baj, hogy most ezt azt kockáztatom. Jó össze fogom törni a pótkocsimat. Hát egyébként szélességre, ha beleférne valahogy. Hát azt nem visszük, ezt visszük. Ha szélességre beleférne, nem baj, hogy hátul kilóg. Akkor el tudnám hozni. Hát szélességre. Ha szélességre valahogy nadóval fel tudom rá varázsolni, akkor jó vagyok, gyerekek. Na! Fú! Nincs feladási. Kell az ifa, bazze, kell az a rohadt ifa. Nincs feladás. 19 liter, lassan kifogy az üzevagyagom. Okosba elmegyünk. Itt nem jön semmi. Okosba elmegyünk, bemegyünk ott, de a földutat hozzuk ki. Vagy nem tudom, lehet, hogy nem is erőltetem a földutat. Hanem ott a szalagkorlát megpróbáljuk kihozni, de ott, az nem lesz, az se egyszerű. Nem, az nem egyszerű az élet. Nem biztos, hogy ez össze fog jönni, itt meg jó lenne tankolnom egyet. De jó,
Majd tankolunk később, nem húzzuk az időt ezzel. Az a baj, ez az Urzusom 11%-on van, ez miatt a hülye ifa miatt már. És még eladtam az izét is. A bála, vagy az izét, a Ladenwagen-t. Ilyenkor azt csinálom, elnézek balra, ugye? Igaz, hogy stop tábla van. De okosba lehet menni. Ott az ill gyűn. Ott az ill megy. Gyerekek. Hát azért megint nézve, megint kifogtam. Egyébként már csak 23-bal megy ez a kotla. Ez szerintem a damage befolyásolja a teljesítményét ezeknek. Tehát itt a damage elődés. Becsem. Azért érdekesen mentél. Szerintem itt a sebződés, ugye, befolyásolja a menet tulajdonságokat. Hát nézzétek meg, 23, eddig 24-jel ment. Most meg már csak 23-ban. Hozzuk a robáport kicsit, megpróbáljuk elhozni vele az ifát. Nagyon gratulálok éppen. Itt ezzel figyelj, ezzel is bemegyek ide. És megpróbálunk elmenni itt okosba. És erre itt végig is tudnám hozni. Csak az a baj, hogy le is eshet. Ugye nincs is paniferezés, vagy akármicsoda. Úgyhogy lesznek itt érdekes dolgok. Hát megpróbáljuk felrakni a zifát a portkocsira. Nem fog sikerülni, akkor elengedem. Akkor nem csináltuk meg a küldetést. Szabályok azok szabályok. Valamilyen szinten azért. Lehet, hogy nem általam. Aha, itt van. Vigyázzunk, mert ezeknek neki megyünk 25-tel, aztán már sebződéke is a verbe. Már okosba kéne közlekednünk. Okosan. Mentési művelet 2.0. Na gyerekek, akkor próbáljuk meg. Faszta, igen! A pótkocsit áthúztam ott, töcsé, meg is sebződött. Hát imádkozzatok, hogy ez fölfér-e. Szélességre. Mert az elejét, ha beledobnánk, az még jó lenne, és akkor ha plató kilógna hátul, az le van szarva. Na jó, akkor figyeljetek, nyomjunk egy tapcom. Állítsuk meg. Az ifát meg kell állítani, mert közben megy. Ugye? És mivel teszi be az ajtót? Jó, nem tudom. Izzítás. Indul meg. Próbáljuk meg okosba fölverni. Ú, gyerekek, nem tudom, mi lesz ebbe, bazza. Nem tudom, mi lesz ebbe. Megpróbálom itt az elejét, vagy így az egészet kellene okosba, nem? Egy kicsit szépen lejjebb. Az lenne jó, hogyha nem akarna mindenbe bele, hanem tényleg szépen le tudnánk felvenni. Oké. Okay. Oké, okay, rögzítettük is, most nagyon perfekt mód sikerült ez. Az. Nagyon balag nehéz az az ife bazze. Gyárikék. Figyeljetek, lehet azt kell csinálnom, hogy aláállok inkább. Úgy valahogy ide. És addig legalább nyugszik is talán. Megpróbálunk aláállni. A mozgó teher alá ne álljunk, gyerekek, függesztett teher alá. De azért itt elébe. Neked csörgetek. Megyünk egy karikát, ezt bálunk alá. Gyerekek, azért kitaláltam meg itt a komoly munkákat. Hát, ilyen küldetések szerintem azok tök tudják adni egy kis mentés. Majd, hogyha lesz nagyobb gépparkunk, gondoltam arra is, hogy rábával buszmentés, az is nagyon tipik tud lenni, vagy kamionmentés esetleg. Na, jó, mert megnyugodott közben az ifa.
nem himbálózik. Nagyon szépen megpróbálunk alállni. Pontosan, inkább szépen lassad okosba. Megkerüljük ezt a gépet. Jön a pótkocsink ahogy kell. Olyan gyönyörű. Oké. Okay. Beférünk alá, szépen nagy ívbe. Egy. A pótkocsi, ez illeszkedjen majd. Álljál meg inkább lassan. Hú, gyerekek, ez nem fog beférni rá. Ma most látom. Ez 8C. Hát... lehet, hogy van esély. Csak itt ezt olyan pontosan körárakni, öcsém. Ez brutál. Na, mindenképp úgy lesz, hogy csak Erik, az le fog lógni. Na. Majd volna, hogyha nem kell himbálóztatnom már. Megpróbáljuk lefele engedni egyből. Kicsit szarul álltam ide. Meg kéne fordítani. Most elengedem. Elengedtem. Lecsúszik. Lecsúszik! Lecsúszik. Ha? Hát, gyerekek. Most kell próbálni valamit. Na. Lecsúszik. Lecsúszik. Az a baj, hogy konkrétan nem megy bele a platóba. Morán de kár. Hát, pazze. Gondolkodok ám. Hogy mit tudok csinálni a szituációban, mit tudnék kihozni. Vissza kéne találnom. Ez egy nagyon nem autentikus lenne, hogyha ezt így oldalám meg, úgyhogy ez egy nagyon nem jó, ez nagyon nem tetszik, gyerekek. Egy dekár. Nem akar rá akarni most meg ma. Ki kéne menni vele alól a... ezével. Jó, már jött. Jó, megoldódott. Ej, de nem vagyok boldog, gyerekek. Úrra, nem vagyok boldog. Itten görcsölök. Pedig olyan jó lett volna, hogy ez a rohadt vonórúd működik, látod? A rohadt vonórúd nem működik. Miért működne? Nem baj, nem érdekel. Nem fogom feladni, bazze. Nem fogom feladni, valamit ki kell találni. És tudom, dolgoztam, hogy az a gond, hogy ráadásul szerintem ez a pótkocsi, ez tök olyan, hogy ugye nem tudsz belemenni. Úgyhogy úgy van megcsinálva a kolézsönnye, hogy ez nem működik rajt, de hát valamit ki kell találni, bazzak. Valahogy meg kell oldani, gyerekek, nem lehet az, hogy nem.
Az, így jó. Végre legalább föl tudom venni. Normálisan az ifád. Nagyon nagy alak, hogy keresztbe rá tudnám dobni, de az a baj, úgyis valószínű, hogy le fog csúszni. Mindjárt próbáljuk. Így keresztbe. Mert akkor ugye talán... És meg kell fordulnom a traktorra. Ej, mi ez itt? Nagy vasok itt vannak. LOL! Meg kell fordulni a traktorra, aláállni. Ide bejöttem, mi? Megpróbáljuk keresztbe. Valahogy el kéne juttatni a boltig, vagyis a szőrvizig. Na kőkök, milyen helyzet van? Sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni a képernek? Mit gondoltak? Szerintem mindenki azt mondja, hogy nem fog sikerülni. Én is egyébként arra szavazok, mert ott nehéz. Amint ezt megcsinálni, úgyhogy ez egy működő dolog legyen. Az a gond, hogy a fizika se a barátunk máma. Most annyit tudnék csinálni, hogy ezt így rádobom, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy működik a fizik. Látod, szarul működik a fizik. Vagyis nem tudod berakni a platóba, érted? Nem tudod berakni a platóba az ifát. Na bazzvek, hát. Vagy egyébként valami hasonlóra számítottam. Ez tök jó, hogy innen nem tudsz kijönni. Pont oda rak, hogy... Übore! Na bazze! Ez egy autentikus lesz, Twig. Volt, van ilyen izé, van ilyen. Vannak ilyen képek, amik ilyen rovárok visznek, ilyen Dacia-t a lovaskocsin. Hát körülbelül hasonló a szituáció, de egyébként nem mondom azt, hogy nem reális. Mármint így rendesen a pótkocsin van, nem húzzuk. Fönn van az összes kerék a levegőben. Jaj, mi van itt? Ájjájjájjáj. Hol tudunk keverni egyáltalán, bazze? Hát gyerekek, várj, odébb kell állni a darúval. És a végén még itten... Ja! Egy kicsit kicsit fölevelkedtek a dolgok. Darúval odébb állunk, okosba. Ezt meg kéne nézni, hogy merre tudok egyáltalán menni, várjál. Hát, bazze, gyerekek, körülbelül sehol. Úgyhogy hajrá, Tibi. Nyomhatjuk neki, nem tudom. Na bazze! Készüljetek a legrosszabbra. Na! Figyeljetek! Nagy gáz, aztán valami lesz. Megtűzött a vége is van a bulivel. Éj, bazze! Jó, viszont a pótkocsi jól van az ifa. Annak már tudunk boldogok lenni attól. Hogy hol fogom elvinni? Öcsém, ilyen hülyét minden. Nem tudom, bumfére kell. Itt kéne nagy ívbe. Hát bazze, az a baj, hogy itt vannak ilyen fák, amiket csekmetek. Ahogy el kéne fordítani. Úgy, most meg visszafelé. Pont a férbe az a beszarsz neki képőr. De hogy fogunk az autók között a levickéri? Ja, hát egy kicsit emeli a hátulját a pótkocsi, nem véletlenül, mert az összes súly elő van neki. De bazze, kim vagyunk a szarból. Jön egy kocsi, jól, de jó. Álljunk is meg. Engedjük el, bossz, engedjük el. Na, ne kérdezzétek meg, hogy fog bejutni ez a telepre. Figyelj, eddig masszívan jól haladunk. Nyomunk neki egy rettenetest. De ne, figyeljetek, fönn az ifa a póton, ne viccelj. Jaj, jön valami. Jön valami, mi van egy egész hadseregbe az, mi a tökön van?
Vigyázz, gyűvök! Malom középre. Öcsém. Mi a fasz? Mi történik itt, Györgyös? Tudjátok, mit kéne? Le kéne mennem a földre. Azon gondolkodok, le kéne mennem a földre. Földre? Aztán valahogy úgy megoldani. Az lehet, hogy egy biztonságosabb lenne. Földre? Mi a gyerek vagy képen? Az a baj, az Ursus már 12%-on van. Figyelj, megyünk. Allod a földbe, bele fog állni az a... Ez egy kocsi, mint a gerej. Itt el kéne menni. Várj, jön az a verda. Ezt megvárjuk. Utána elmegyünk, és akkor lemegyünk a föld. Á, te hülye. Idegszeré meg majd öreg agyám fog. 56-ba bazza. Ifahordás. Ja, hát egyébként meglepően jó a fizika, mert a pótkocsi hátulja az konkrétan a levegőbe van. Amiatt, ugye? Mert elő van az izé, elő van az ifa. Igen, az sajnos nem működött, nem tudtad belerakni ugye a kerekeket az ifának, vagy a pótkocsinak a... Volt itten küzdelem, na. Nem tudom, hogy fogunk bejutni. A telepre, hát ott nem tudom, lekirá... Egyébként tudjátok, mint lehet csinálni? Lezárom a forgalmat, de mi az anyámmal? Most komolyan, le kéne zárni a forgalmat. El kellene zárni a forgalmat a képerek. Hátsó bajáratra nincsenek valaminek az a baj. Na, majd itt nagyon maszkerálnak. Egyébként forgalom elzárás az egy jól működő dolog lenne. Már fogok cseszni, de én már érzem. Hát kellene menni a felül. Akkor sem táblákat se, és azért nem kéne érintgetni, ugye? Úgy gyerekek, nagyon a cél egyenesben van a képőr. Ezt se tudom, azt se tudom, elférek-e. Ha valami szemben jön, akkor lesz a baj. Na. Nagyon közel vagyok cél egyenesben, úgyhogy... Meg kell próbálni. Gyerekeket pont defér körözbe, bazze. És nem gyűjt semmi szembe, meg ekkora mázim még ritkább volt. Na, azébe, étterem tábla. Odre. Jaj, a sarka be van akadva! Te Sanyi. Egy okosba be lehet forrétani így. Így a? Okosba beforrítsa a képer. Várjál! Megoldom be azzal, akkor is meg kell oldani. Okosba be lehetne forrítani, hogyha nem ilyen... Úgyhogy elmenni arra, balra, és akkor egy nagy fordulót itt tönni. Így gondolta a képer. Nézd meg, így targoncás stílusba, ugye, befordítod. És akkor utána már szödöd egybe vissza, oda nézé, hallod? Na? Ez így gondoltam egyébként, hogy akkor így be tudod fordítani, csak az a baj, most meg már pont ellentétesen kellene. Hiszen ugye nem nagyon tudod megoldani. Ez a pótkocsi az jó bírja azért, na, nem gyerekek? Hogy fogom innen leszödni? Arra még rá kéne jönni. Az anyád szemét. Kerítés tetején kirakatot beveri a kép. Nem számít. Együttők. Ugye? Valahogy le kéne. Nem tudok billenteni? Bazza, billenteni kéne egyet. Ide billent csak le a izét, a lifát. Így se semmi probléma. Hoppá, még a végén lecsúszik róla. Az azért addám, hogyha pont lecsúsz. Na, csúszál le, légy szíves. Csúszál ide, itt csúszál le, itt csúszál le. Nem csúsztál le. Jó. Semmi gond, gyerekek, már célegyenesben vagyunk, kikönnyíti az ajtót, azt ide be kéne varázsolni valahogyan. A végén még bazd. Nehogy már kifele gyillik. Azt hittem behúzódom, hogy valami. Na. Figyelj. Itten akkor okosba. Ezt leakasszuk. Aztán valahogy ne kéne mókolni a izét. Lifát róla. Hát ez nem, így nem fog bemenni. Nem fog lejönni. És nehogy azt mondjátok, hogy kell hozzam a izét még. A darut.
Ú, gyerekek, hosszú videó, more! Ide kell hozzon még a darut. Befosok. Befosok ezt. Nem fog ez legyődni. Hogy mi, betolassak vele, vagy mit csináljak? Az a lényeg, hogy benn kell lennie. Még esetleg meg kell javítani, nem tudom. Ugye az is játszik el. Eladnám alul a pótkocsit, egyébként gondoltottam rajta, hogy lehetne úgy, de hát az meg... Nem tudom, hogy olyan fura lenne. Itt meg a toj-toj WC. A WC az minek a rövidítése? Welcome vagy mi? Nem tudom, nem akar ez legyűri róla szerintem. És a okosba izé, darusztatti körlede. Hát ne kell menni darulért, gyerekek. Szóval sorry, itt a daru. Akkor aztán úsgyi. Akkor aztán úsgyi, gyerekek. Megyünk vissza darulva, ezzel le. Nyílen, amit bír. Leakasszuk, betoljuk a traktorral, megjavítsuk, és akkor milyen ki? Van egy ifánk, igaz, hogy egy akkor kénlódás volt, mint az állat. Hát itt a júj, gyerekek, lefele van jobban szalad a izé darus bőrda. Na. Teszem neki. Emelkedőket nem bírja nagyon. Nem arra van kitalálva, hogy itt offroadozzunk ezzel. Jaj. Azt a... Na, hát ezt majdnem a mentőautónak beszakajtottam a tetejét. Akkor azért lett volna 20 ezer ugrott volna. Több nem került volna annyiba az egész jármű. Amit nyerünk, ugye az ifa, mint a mentőautóban kár. Kikaptam majdnem a tetejére izét. Hordágy gyastola izét, a gross mutert mi. Srácok, azt a betyát, hát azért ki van találva itt a dolog. Jó, figyelj, beállok középre, aztán gyere. Ja, hát nem tudom, hogyan néznék ki. Amikor körülbelül 50 tonna izé van, súly van a hátulján ennek a darunak. Hál' Isten, nem gyűn semmi meg én. Jó, nem egy nagy kunszt ide bejönni, úgyhogy... Muszáj, le kell kapnom azt, aztán szépen beállítom irányba, és akkor betolom. Azt úgy jó lesz nekünk szerintem. Itt a földes úton kell mennünk, nem? Jaj, rendőr bácsi, ezzel ne ütközzé. Gatyára te viszi akkor a büntetés. Ha a show akkor ilyen darut még nem láttak, azt hiszik, hogy ez egy bungee jumping van. Gyerekek, egy kemény két órás rész azért befityegett. Szóval sorry, remélem, hogy azért érdemes volt megszenvedni. Hú, gyerekek, be ne akadjon semmibe ez a... Jaj. Az MTZ megindult, várj, de valahogy be kell okosba fordulni, hogy ne törjük le a magyar zászlót, ha lehet. E fél? Ja, hát majdnem e fél, jó van. Már 43% damage van a izenek. Annak a kotlának. Biztos örülök neki, így adom vissza. Azt a betyár, oda nézzé, testó. De gratulálok, ne? Megjöttünk. Megjött a keeper. Ifát leveri. Na, hát ezt próbálkozzuk meg vele megint. Megint egy kis huncut szenvedés. Te Isten. A hónap bazza, nekiállok, csak mezőgazdasággal foglalkozok, komolyan. Vágytam arra, hogy legyen egy ilyen jó kis küldetéses rész, hát most már bánom, mind a macska, amely 8-at kőkezett. Na várja. Aztán én nem szeretik állva ezek így. Na valami legyen. Nem annyira akar ez rá cuppanni, néha nem tudom, hogy miért nem. Lehet, hogy ott ugye, még lejjebb kellene, várja. Előbbre kellene nyújtanom, és a, konkrétan a pótkocsi. Így. Na, most sikerült? Nem sikerült. Nem, a pótkocsit nem emelem bele. Akkor megvadulunk. Hát dehogy is nem. De nem, jó, pótkocsit nem emeli. Nem mondom, még a pótkocsit is fölevelem.
De emeli, bazza. De szerintem csak bele van akadva. Jaj, hát az a pót az... Lehet, hogy nem tesz jót neki, hogy itt ez történik. Ő szerencsétlen. Több kárt csinálok, mint hasznot. Ugye? Beleakadt a pót. Jó, de jó, leszakadt. Hát bazze, annyi kárunk lesz, hogy ez egy őrület szerintem máma. Na figyeljetek, ugye okosba oda helyezi a keeper. Aztán akkor csak bekötődöm traktorra. Hát már azért... Azért oké, hogy én csináltam magamnak szabályokat, de azért ekkora két még... Nem gondoltam, hogy ekkora lesz. Szenvedek, mint a Pilátus macskája, gyerekek. Na jó, van, okosba kéne lerakni, hogy valahogy sikerüljön is bevadászni oda a macita máldásba. Dír. Egy határozott mozdulattal ledobta a keepert. Jaj, de jó. Legsemerebb nézni a portkocsi. Na, 9%-ra ledivizsenődött. Leadtam az összes gépemet, még a portkocsi is szar a széje van törve, de jó. Gyerekek. Nem, meg ki kéne valszarogni valahogy. Remélem van annyi pénze, hogy az ifát meg tudja javét tartni. Na. Oké, aztán megpróbáljuk betolni okosba. Beketolni. Mi volt ez gazdag? Le van lengerve még a gumija is. Na gyerekek. Várunk szépen, aztán jobbunk neki egy okosat. Remélem, hogy sikerül betolni az FA-t. Próbáljuk egy lassú menetbe. Na, figyel neki! Na. Ő be van húzva kézifék, more. Gyárékék. Nem akarok nagyon nagyot ütni rajt, mert tudod mi fog történni, összetöröm az urzoszt. Mennyi? Ja, addig be kéne tolni, hogy elkapja, hogy mutassa, hogy én ezt meg akarom javítani. Szerintem meg elég rendesen beköp. Hát jó van, nem a legerősebb traktorja van a keepernek még. Várjál, belülök, megnézem, hogy nem engedi bár javítatni, vagy valami. Ó, de engedi, jól van. Oh. Mennyibe kerül? 0 euróba kerül a javítatása? Ne szórakozzál velem. Még nem, várjál. Még nem engedi, még nem engedi. Még nem érzékeli rendesen, vagy nem tudom. Nem, én meg tudom javítatni. Oké. Az Ursusnál írja ott ugye, 13 euróba kerül le. Érdekes, az ifára nullát ír. Nem ér én nullát. Mondom, hogy egy R-rel javítod meg. De akkor ezek szerint... Aha.
Jó, így akkor mind a kettőt elkezdte javítani. Ja, bazze, nem, ezer valamennyibe került mind a kettőnek a javítása, és most már folyik is. Jaj, csoda, végre, úristen, hát ez nem volt egyszerű. Ja, mind a kettőt javítják. Nem baj, úgyis meg kell javítani az Urzuszt is. Ez már csak 8%, az jó drága, ugye. Ott van a javítási költség. Hát ezt még megvárom nagyon gyorsan. Annyi srácok akkor, köszönöm a figyelmet, hát egy kicsit szenvedős volt, de mindenképp meg akartam szerezni ezt az ifát. Vodor úgy működött volna, sajnos ez nem az én hibámból nem működött. Akkor nem lett volna vele probléma, de sajnos ez így jött össze. Van egy bálahordó ifánk elvileg, nem tudom, hogy másra jó-e. Majd meg fogjuk nézni. Sok minden nem tudok róla egyébként. Gyorsan megmutatom annak a srácnak, akiről beszéltem, produktumait, amit meg tudtok rendelni akartok, de annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még egyszer leszögezni, hogy ez nem olyan reklám, nem úgy kerestek meg, hogy én ezért pénzt kapok, hanem szeretnék segíteni ennek az embernek, hogy mégis milyen termékeket árul, jó? A leírásban ott van a link, aholnak tudtok ilyen termékeket rendelni esetleg. Gyors megmutatom őket, jó? Például ezt figyeljétek, ilyen, így néz ki egy ilyen vászonkép, és ez tényleg úgy képzeljétek, ahogy ez vászon. Ez például ugye nyilván látni mindenki, hogy ez egy dutra. Szerintem tök jól néz ki, meg ilyen jó kis pasztelszínek, meg hogyha ráközelítetek, akkor, de majd mindjárt nézzük még róla, várjátok képet. Ja, meg kulcstartókat is, milyeneket, ilyen szilikon kulcstartókat is, dutrásat, meg mindenfélét így tud készíteni. De a weboldalon meg tudjátok nézni, hogy milyenek vannak még. Ja, van ilyen is, ez is szerintem tök jó, meg tök jól áll neki, ugye ezeknek a képeknek, hogy nem csak papírra vannak nyomtatva, hanem vászonra vannak így nyomtatva vagy festve, emiatt ilyen tök jó kis textúrázott az egész. Igen, itt van kinn a falon, látjátok, hogy ennek nyilván van egy vastagsága is, mivel ugye rá van feszítve egy ilyen keretre, gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy festmény, ugye ugyanúgy egy vászonra van elkészítve. Ja, itt vannak a kulcstartók, néhány képet küldött, hogy mutassam meg esetleg őket. Igen, így néz ki. Az első képet még megnézzük, nézzétek meg a... Mindjárt ránagyítok egy pillanat, hogyha tudok, hogy látni ugye, hogy ez vászonra van, és emiatt látjátok, hogy ilyen tök jó textúrája van. Így néz ki. Szerintem marha jól néz ki. Nem tudom pontosan mekkora a mérete, nézzétek meg a weboldalon. Nem is olyan túl drágák egyébként. Szerintem aki szereti ezeket a gépeket, az ilyen tematikájú tárgyakat, annak lehet, hogy bejön. És örülök neki, hogyha tudtam segíteni ezzel a pár másodperces bemutatóval ennek a srácnak, aki régi nézőm, hogy meg tudja mutatni, hogy ő miket készít, és esetleg elér olyan emberekhez, akiket érdekel ez a dolog. Na, gyorsan még megnézem, hogy akkor mi lett itt az FS-ben. Igen, akkor ja, még mindig nincs kész, úristen. Nézzetek, 224 euróba került ugye az Urzus, és az még mindig nincs kész. Jézus Mária, az ifa még mindig nincs kész. Ja, hát ezen valamennyiben az biztos, hogy vele fog kerülni. Hát ja, de nem baj, lett egy ifánk. Mivel ugye akar, esetleg tudok majd dolgozni, figyeljetek, az Urzusszal én már ki is járom. És egyébként itt hallani ugye, hogy szerelek rajta meg minden. Hát ez egy rettentő nyögvenyelős cucc volt. Nap volt. Bocsánat érte, hogy ilyen rohadt hosszú rész lett, meg bocs, hogy ennyit kellett szenvedni. De tényleg nem volt eltervezve előre, hogy az hogy fog felépülni ez a dolog. Ugye ez egy sorskártya volt, annyi volt a kitétel, hogy úristen, 1290-nál jár, 1300-nál jár már az ifának a javítási költsége, figyeld. Úristen, gyerekek. Ez 1400-ba került csak az ifa, meg 200 valamennyibe. Na, de viszont most akkor lett egy ifánk, ami szerintem tök jó. Nyitható rajta az ajtó. Elvileg. Ja, lehet, hogy csak akkor, hogyha megy a motorja. Ja, már rossz gombot nyomtam. Nagyon szuper. Jó, van egy ifánk, amivel
Hát olyan túl sok mindent nem fogunk tudni csinálni, esetleg gondolom izét. Viszont menteni ezzel nagyon jó lehetne. Viszont meg arra vagyok kíváncsi, most tényleg rohadt kíváncsi vagyok, hogy erre lehet csatlakoztatni a fotkocsit? Mert lehet, hogy amiatt volt ez, hogy nem működött normálisan ugye a... Aha, erre nem lehet csatlakoztatni. Konkrétan, hogyha nincs rajta csatlakoztatási pont, akkor cseszhetem. Akkor igazából ezzel, most nagyon nem is nagyon tudok vele mit csinálni, nem? Srácok, írjátok meg, hogy szerintetek megtartsuk ezt az ifát, vagy pedig nem. Ugye a dalut az természetesen az nem lesz a miénk, azt eladjuk. Szóval azzal nem kell foglalkozni. Ja, így tudjuk nyitni az ajtaját. Aha, ez tök jó. Szuper. Na, köszönöm szépen a figyelmet. És jók legyetek. Sziasztok!